Lusta Maci kiadótól. Mármint, hogy fejlesztő csapattól. A Graveyard Keeper folytatás következik. Legutóbb, skacok, elég erőteljesen belevetettük magunkat a játékba. Hát látjátok, itt 20 napot is játszottam. Igen, ez a 20 nap ez úgy jött ki, hogy nagyon sokat aludtam a karakterrel, hogy rengeteg mindent meg tudjunk csinálni. Az, hogy most miért van itt az egér, azt nem tudom. Hát tényleg rengeteg mindent. Ha már csak megmutatom nektek a térképet, akkor már szerintem érteni fogjátok, hogy miért mondtam ezt, amit. Tehát, hogy így rengeteg mindent felfedeztünk, próbáltunk mindenkivel beszélni, megismerni őket. Itt vannak a karakterek, akikkel találkoztunk. Például ott van az asztrológus, vele már 10-es a mosolyunk, a Garyvel pedig 20-as, bort kell hozni nekik. Ott írja az alján, hogy ki milyen küldetést vár el tőlünk, hogy mit csináljunk neki. Itt van például ifjabb Theodor Őrgróf, hát ő szerintem egyébként egy DLC-s karakter, már csak azért is gondolom, hogy DLC-s karakter, mert hogy kevés embernek van meg ez az achievement, hogy találkozott vele. Hát a technológiából meg sok ilyen pirosat meg tudtam csinálni, mert hogy rengeteg fát vágok, és ilyenek. Úgyhogy már prédikátor is vagyok, tehát hogy a püspök prédikátor ráütött minket, úgyhogy tudunk tartani úgymond miséket. És ha elsétálok egyébként a temetőbe, akkor azt is meg tudom nektek mutatni, hogy milyen szépen rendbe hoztam egyébként a sírokat. Fakeret mindenkinél ott van, a kő keretet azt még igazgatni kell, de hogy alapvetően nagyon szépen és igényesen kezd kinézni a temetőnk. Úgyhogy haladunk, ez most a második stream ebből a játékból, mármint amióta elkezdtem újra játszani. És a terv, hogy végigjátsszuk DLC-stől. Úgyhogy ezek a tervek, és mondhatni ezek a dolgok történtek. Ja, azt nem mondtam, hogy láttunk egy boszorkány égetést is. De hogy volt ilyen is. Kellenek ezek a komplex vasdarabok. Azt hiszem lefotóztam, hogy mihez kell ez nekem. Gyorsan megpróbálok képbe kerülni. Hát ez egy elég beteg játék, igen. Hát nem a kőhídhoz, de a kőhidat is meg akarom csinálni. Nézzük csak meg azt, hogy a polgárpapírokat azt áttesszük, a denevérszárnyat is. Kell nekünk nyers fadeszka 5. Igen. És kell nekünk olyan deszka is, ami ezek közül egyik sem. Azt hittem, hogy a vasvésőről fogok megtudni információt, de itt csak azt írja, hogy mi kell a vasvéső készítéséhez. Na, kell nekünk így van fadeszka. Fadeszka és szögek. Nagyon jó, srácok. Ó, boszorkány égetés, azok a régi szép idők, ha nem állt kötélnek a csaj, csak rámondták, hogy boszorkány. Szia, Daberga. Üdv mindenkinek, srácok. Ja, tényleg, a Samár itt hagyott nekünk valamit. Répa mag. Hát akkor tényleg nem egy hulla volt. Tényleg nem egy hullán csúszkáltunk, hanem a Samár kakáján. Oda nézzetek. Úgy. Bridge Builder Achievement. És ez azért kellett nekünk, mert ott alul megjavult a híd, és itt most már körbe fogunk tudni nézni. Szia, farkaskölyök.
Üdv mindenkinek, srácok. Hát az energiám sajnos elfogyott, de legalább itt is tudunk vasércet szedni. Na, itt van valami írás is. Mi lehet ideírva? Aha. Nem olyan könnyű ám oda menni, ahogy én azt látom. Uh-huh. Hát... Érdekes ez a rész. Ó, ez tényleg ilyen mocsaras hely. Próbáljuk csak meg ezt jobban megközelíteni? Lehet felejtős. De csak nem, srácok. Csak nem. Mondjuk innen esetleg. Jó. Hát... Nem. Nem ez az út. Nem ez az az út. Ja, akkor mindegy. Létó. Sziasztok! Exhumálásra fel, mosolygós fej. Köszi szépen, Létó, a támogatásodat. Képzeljétek el, hogy így... Ahogy így megírtam az értékelésemet a játékról tegnap este. Ugye, amiket szoktam, mikor játszok egy játékkal, a Steam kurátorost, akkor azt vettem észre. Nos, mi van már, pap lettél? Úgy tűnik. A halálom utánról semmire sem emlékszem. Talán semmi sincs ott. Vagy talán mindent elfelejtettem. Az amnézia hasznos képesség tud lenni. Érted, hogy mire gondolok, barátom? Szóval... Azt vettem észre, hogy a hullákat amúgy be lehetne dobni a folyóba. Wow, ez egy remek nap egy bónusz hullához. Várjunk, még mindig mozog. Talán szerencsétlen flótás nemrég hunyt el. Még soha nem daraboltam fel egy langyosat. Hagyom kicsit kiülni a testet, később majd elintézem. Valaki segítség! Tessék, te életbe vagy. Oké, segítek neked, de maradj nyugton. Oké? Máskülönben nem engedhetlek fel, és... Oké? Hoppá! Ó, szép munka, öregem. Hol vagyok? Ez itt a falu? Igen, de te mégis hogyan? És gondolom, te vagy most a gondnok, ugye? És most a halottas kamrába vagyunk. Igen, te hogyan? Nincs most idő karatyolásra. A nevem Eurik, és ez legyen egy darabig. Bajba vagyok. Egy ijesztő, sepphelyes arcú embertől megvettem egy gondok könyvét. A könyv szerint van egy zárt ajtó a halottas kamrába, gondolom te tudsz erről. És ez az ajtó, igen. Add át a kulcsot, gondok. Nem tudom, milyen kulcsra gondolsz. De most viccelsz vagy mi? Nem, nem viccelek, nagyon is komoly vagyok. És fogalmad sincs arról, hogy milyen könyv van nálam? Nem, nincs. Apics, jól figyelj rám. Felolvasom ezt a részt neked. És akkor a kulcsot egy rágógumi segítségével a koponya belsejébe rögzítettem. Fogalmam sincs, hogy milyen koponya lehet, vagy hol lehet. Mert természetesen én nem vagyok gondok, így ez rád marad. Keresd meg, és hozd el nekem a kulcsot. És mi lesz akkor, hogyha ezt megteszem? Ó, te csak a kulcs miatt aggódj. Addig is én megkeresem a kulcsukat. Kissé fáradtnak tűnsz, jól aludtál? Ó, Gané, nekem annyira hiányzik az alvás. Úgy néz ki, hogy kemény munka temető gondoknak lenni. Mindent magamnak kell csinálnom. Emlékszem valamire. Régebben a gondoknak sok segítője volt. Nagyban hasonlítottak rám, csak nem volt humorérzékük. Az egyik talán még mindig a templom pincéjének északi falához van láncolva. Ó, és még valami. Arra nem emlékszem már, hogy miért, abba biztos... De abban egész biztos vagyok, hogy sose szabad levenni róla a láncokat. Soha. Oké. Oda néz. Ez kezd szomorú hulla lenni. Megbirizgáljuk. Nem tudjuk megbirizgálni. Hát igen, mert elfogyott az energia. Úgyhogy megint alszunk egyet, srácok. Szóval, ja, azt hettem észre, hogy a hullánkat bele lehet dobálni a vízbe.
Úgyhogy, hogy hullát nagyon tönkreteszünk, akkor beledobjuk. És akkor nem lesznek rossz hulláink. Köszi szépen, Létó, még egyszer a 100-as sírt. De akkor mihez kellett nekünk ez a vas? Annyira felfrissültem, nézzük csak. Oda néz. Csak úgy történnek az események. Milyen remek hely, kereskedjünk az Inkovács műhelyemet a házadért, a templomért és a temetőért cserébe. Ez egy hihetetlenül bőkező ajánlat, Creswold, de attól tartok. Haha, azt hitte, hogy komolyan gondolom. Nem vagyok olyan idióta, hogy én ilyen trágyadomban éljek és dolgozok. Fúj! Olyan illedelmes vagy, pont mint a gazda. Nem vagytok véletlenül testvérek? Hehe, mondok egy titkot. Már akkor is én voltam a kovács, mielőtt az ősei egyáltalán ide jöttek volna. És most velem jössz. Le vagyok tartóztatva? Vészhelyzet van a faluba. Oradrik minden falusit a kocsmájába hívott. De én nem vagyok falusi. Vámpírok vannak a faluban, gondok. És úgy hiszük, hogy az első halálesetek bármikor bekövetkezhetnek. Oradrik olyas valakit kért, aki a holtak specialistája. Most menj! Milyen boldog játék ez, ugye? Késő, ne feledd, ez a te hibád! Rose, köszönöm. Mind átérezzük a fájdalmadat. Mind ismerjük a szenvedésedet. Unalmas! Ez volt a harmadik és egyben utolsó vámpir áldozat. Mára. De bármelyikünk lehet a következő, aki találkozik vele. Jane, a gazda fia Rose, ez csak a kezdet. Halusiak, várom a javaslataitokat. De ne egyszerre kérlek, Pori, előbb te kezd. A javaslataim? Á, igen, persze, emberek, halljátok szavam. Csak ezen a héten Kori és testvére megjavítja a verandátokat. 15%-os leárazással és ingyen ajándékként megkaphatjátok Rest különleges fából készült kacsacsőrű emlősét. Ne, az a kedvenc játékom. Az üzlet az üzlet, testvér. Oké. Adam, mondd a javaslataidat. Én azt javaslom, hogy minden falusi kapjon két testőrt. Egy héttel ezelőtt egy csapat lidérc sértő szavakat írt a falamra. Adam, azok a falu tinédzserei voltak, még én is segítettem nekik, mármint a nyelvtannal. Különben is a lidércek nem léteznek. Ó, egek. Favágó, te mit javasolsz? Én azt javaslom, hogy senki se egyen döglött állatokat. Természetes, hogy utána vámpírokat és egyéb badarságot láttok majd. Friss gyökerek és dínszált levelek, ezek az egészséges test és lélek titkai. Tessék! Mondjuk le a cukorba pácolt csirkecombokról, soha! Méhész, kérlek, ne köpj a padlóra. Van tenn valami megjegyzésed? Persze, hogy van, emberek, megőrültetek, ostobaságokat beszéltek. Kezd minden összeállni. Ez az egész, az áldász ellenségem műve, darázs emberé. De ne felejtjétek, húsev ő mély seregem szinte készen áll. Nagyon hamarosan rá fogom ereszteni őket a falura. Ez valóban kedves lenne tőled, méhész. Van valami más javaslat? Nagyszerű. A gyűlés berekeztem, mind elmehettek. Gondok. Ráérnél egy kicsit? Ez egy nagyon jó gyűlés volt, srácok. Nézd, megkérhetlek arra, hogy ránéznél erre az egészre? Ez elég váratlan, de értékelem, hogy bízol bennem. Őszintén szólva, nem mondanám, hogy valóban bízom benned. De ha egy falusit kérnék meg, akkor hatalmas adólevonást kellene írnom neki a jutalma mellé. Szóval jobb olyas valakit kérdezni, aki a falun kívül él, nem gondolod? De bizonyára. Másképp felől, te egy olyan kedves és megértő alak vagy. Talán segítenél is rajtunk. Ingyen? Szívesen segítek a díjért cserébe. Némi együttérzést reméltem a szerencsétlen helyzetünkre való tekintettel, de mindegy is. Milyen mohóg az ember. Legyen hát, menjünk haza és gondolkodjunk egy kicsit. Biztos, hogy nem. Ingyen? Persze.
nem. Jobb lesz, ha beszélsz a férjemmel, ő itt a főnök. Ő már a világ másik felén van, de én még kereskedek velem. Szevasztélon. Üdv mindenkinek, skacok. Hát most ide hoztak. Én nem akarok itt lenni. Ne haragudjatok, srácok. Megyünk vissza. Molnár tud valamit nekünk? Liszt. Lisztet tudunk tőle venni. Már két achievementet is szereztem, srácok, ma. Szevasztok, nyuszi. Üdvőt, srácok. Azt akarom megnézni. Van hely bogyószedésre. Na, ezeket itt felszedjük szépen. Ez milyen játék? Temető szimulátor. Azért csináltuk, hogy ne üres magágyat, hanem magágyat tegyünk le bottal. Végül befejezted az értékeléssel kapcsolatos mondatot? Igen. Az az volt, hogy láttam, hogy lehet a hullába, majd a vizet a hullába dobni. A hullát a vízbe dobni. Igen. Mert ugye ilyenkor nem lehet ehhez hozzányúlni. Igen, azt akartuk megnézni, hogy mihez kellett olyan... Aha. Udvar méretének növelése, ez kellett nekünk. Kellenek szögek és 8 deszka. 8 deszka. 8 fa deszka. Szögek. Valahogy így. Hát, eddig jutottunk, srácok. Most már megnyitom magam mellett a jelmagyarázatot, hogy melyik nap milyen nap itt. Pillanat. Ilyen túlkjúti is itt volt, vagy itt van. Tehát... Graveyard Keeper... A napokat akarom megnézni. Na, Pride, Lust, Gluttony... Na, várjunk, ezek ilyen bűnök. Irigység... Lustaság. Wow. Oké. Na nézzük ma milyen nap van akkor. Tehát ma éppen az a nap van. Mercury Odinnak a jele van. A kígyó lent van a pincében. Uh-huh. Jó, akkor szerintem alhatunk. Az irítség napja van. Hát úgy érzem, hogy ez a 10 deszka megcsinálása, ez sok idő lesz, srácok. De én ezt meg akarom. Én ezt akarom. Na nézzük.
Hogy ne akarnátok, Simmons. Na. Most fogunk tudni kertet bővíteni. Mármint, hogy udvart bővíteni. Én erre most rányomtam, nem? Ó, nézzétek csak, most már oda is tudok építeni. Oda jobbra. Eltűnt a mocsár. De jó. Vasért sztároló. Jó, nézzük, hogy mi az, ami van. Tárolónk van. Vasért sztárolónk biztos, hogy nincsen. Ja, nincsen. Messi, szerintem jöhet ide. Aztán... kemencénk is van, faüllő nem kell, mert hogy van üllőnk, fatárolónk van, fűrészbakunk szintén van, szeletelőhelyünk is van, asztalos munkaasztalunk is van, kőtárolónk is van, kővágónk nincsen, úgyhogy ahhoz kell... milyen nyers deszka? Tehát, és még kell, meg szögek is kellenek. Úgy érzem, hogy nekem most ez a vasércből vas készítés, ez olyan, mint annó a majonéz volt a Star Trek-ba. Mert emlékszem, hogy ott is azt nyomtam. A jelölő. Aha, sírkerítés. Na, és akkor nézzük. Kővágó. Szuper. Kődarab. Kődarabból kősír tudunk csinálni. Wow. Na, ez mondjuk nagyon zsír. Tehát akkor a fa kereszteket már le is lehetne cserélni. És vasércet lehet kinyerni a vas lelőhelyből, illetve ilyen nagy kőből kődarabot. Így van. Kőjavítókészlet. Az is majd kell. Ahogy látom, ahhoz meg agyag is kell. Oké, és tehát, hogy lehet csinálni sírkövet. Viszont ez a sírkő, ez ugyanannyit ad, mint a fakereszt, úgyhogy ezt a cserét nem fogjuk megejteni. De sírkövet inkább fogok csinálni, mint fakeresztet. Vasérsz lelőhely, vagy hasonló van valahol? Hát, mivel van a játékban, ezért van valahol. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy... persze, van gorgó. Na. Ez itt az anatómia. Oké, mi van itt, amivel tudunk haladni? Igen, olyan kő sírkerítés nagyon jó lenne nekünk. Tanulmányozó asztal. Ide réted a dolgok eszenciáját. Papírkészítés. Tervrajz asztal. Aha. Újságíró írás, írókészlet, történet kitalálása. Magágy bottal. Na, olyat akarunk csinálni. Magágyat bottal. Átültetés, méhészet. Méz, méhviasz. Az kell majd. Vasvéső, tehát vasvésőt is lehet csinálni, illetve... fejlett kovácsolás, acél, fegyverek, született kovács, eszközök.
Tehát az üllőnél lehetne csinálni ásót és csákányt. Nem vicceltek. Rozsdás kalapácsunk szerintem van. Így van. Rozsdás, balta, csákány és ásó. Ezek meg már sima cuccok. Oké. Energia használat mínusz egy. Erre mit mond? Ez is mínusz egy. Eszköz hatékonysága 70%, ennek meg 100%. Aha. Jó, akkor cseréljük le. Az oké, de gondolom így nagyjából merre, viszonylag az elején merre érdemes keresni? Hát... Nem tudom. Én szerintem, hát hogy így... Ezek olyan kérdések, amikre a válasz nekem spoileres lenne, úgyhogy srácok, ne válaszoljatok itt a cseten, maximum privátba gorolnak, mert hogy, értitek? Tehát, hogy ott, bal fölül, nézd csak, ott van egy ilyen, hogy kőbánya. Én ott láttam ilyen vasérclelő helyet. Ha ez segít. Meg aki ért a játékhoz, nyugodtan válaszolat neki, csak ne itt a cseten, mert hogy spoileres lenne, értitek? Földelési igazolást azt majd be kell váltani. Bogyóbigyó, tűzifa. Tűzifa mehet be. Ide jöhet a bogyó. A szenet is amúgy ide be lehetne rakni. Na, tehát szeretnék csinálni mondjuk egy sárkányt így elsőnek. Kivesz. Jó. Nézzük csak, srácok, hogy kell ezt csinálni. Tehát kell egyszerű vasdarab. Csákány. El is fogytunk. Hát az alvás újra. Szerintem is így van, Laca. Hogy az elején nem kell, mire odaérsz, addigra meg már tudni fogod. Ja. Így van. Ma van a Wrath napja, tehát hogy az Inquisitorral lehetne beszélni. Elkészült az új csákány. A szenet meg akarom nézni. Miért az összes? Hogy ezt ide be lehet-e rakni a kemencében. Ó, hogy a fenében ne lehetne, azt nézzétek. Hoppá, az egy rossz gomb volt, botot nem akartam. Jézusom. 1600-as lett a tűz, tehát hogy ez a kemence, be jó ideig nem kell pakolni, mert ennyi szenet kiszedtünk. Brutális. Nem tudom, hogy most itt lesz az Inquisitor, megnézzük. Az energiámmal kellene majd valamit csinálnom. Kajákat kéne sütnöm. Hogy így ne kelljen ennyit aludni. Ó, oh, hát már a slotnak a napja van, tehát hogy asztrológus. Az asztrológus pedig... A régi gondok naplóját kell megszerezni. És jött egy csávó a... Nem tudom, hogy ő hol lesz. Hát itt mint hogyha vigyél neki vasbaltát a vágónak. Szereznek a kulcsot Gerítve. Oh. Na ezt nézzük csak meg. Ja, meg fekszik egy hulla egyébként. Francba. Hú, mennyi mindenre kell figyelni. Jó, 79%-os a hulla. Bűn töredék. Nekem ezt tetszik, én ezt szeretném. Oké.
szeretnénk bőrt is. Most kizsákmányoljuk ezt a hullát. Nagyon jó. Orvosi műhiba. Ahhoz képest jó sok mindent tudtunk kiszedni a hullából. Na. Erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ilyet még nem csináltam. Elvileg ide jövök. Ezt így oda beledobom. Hullahopp, igen. Mit gondolsz? Mit csinálsz itt? Arra kért egy szellem, hogy tüntessem el ezt a testet. És akkor mi van? Mindent megteszel, amire kér? Nem, mintha bármit is tehetne veled, haha, nincs is neki teste. Ezzel ellentétben én halálra halabdálatlak, miközben alszol. Persze én sohasem nem tennék ilyesmit, mert mi barátok vagyunk, de azért megértesz engem, ugye? Mellesleg, ha engem kérdezel, a legjobban úgy tüntethetsz el egy testet, ha elégeted. Tudod, hogy hova vezet az a folyó? A folyó valahova lentebb, a városba, azt hiszem. Hogyan égethetek el egy testet? Tudod mit? De olyan fickónak tűnsz, aki sokkal okosabbnak néz ki, mint amilyen valójában. Köszönöm. Erről beszélek. Tűzre is némi fára van szükséged. Haha, kicsit tükös elérni azt, hogy az egész hamuvá égjen. Hol tudom elégetni? Egy remek, csendes helyre van szükséged, olyasmire, ahol én magam meditáltam. A halottas ház bejáratának útján túl a szírt közelében. Na nézzük. Ismert karakterek. Minden fontos karakter, akivel a temető gondok találkozik, megjelenik a karakterek képernyőn. Igen, a karakter viszonya 0-tól 100-ig látható. Igen, oké. Okay. És ezt most miért mondja nekünk? Ezt most nem értem. Ma van az asztrológusoknak a napja. Kihantolási engedély. Királyi pecsétet jó lenne megvenni. Pedig virágágyást tudunk csinálni. Hát valami égetőről beszélt. Oda néz. Még valaki. Hát csak úgy történnek tényleg itt a dolgok. Itt az ideje megfizetni a bűne érte, ocsmány teremtmény. Védd magad! Pásztor, te hozzám beszélsz? Hozzád. Te áldáz vámpír, készülj a halálra a feleségem és minden ártatlan nevébe. Hé, ez kisé vicces. Komolyan azt hiszed, hogy esténként az emberek vérét szívom? Mégis hogyan dolgozhatok akkor kint a napon? Az semmit se bizonyít, lehet, hogy te valamilyen mutáns vámpír vagy. Csak egy módon lehet megbizonyosodni róla. Fokhagyma csokor, ezt edd meg! Tessék, nyers fokhagyma? Aha, ellenáll, már is lebukott a fenevad. Ó, a pics. Most boldog vagy? Ahogy az élőholt vadászok rendjének öreg tanára mondta. Még! Na, utállak. Habár, ha te mutáns vagy, akkor lehet, hogy ellenállsz a fokhagymának. Heuréka, tudom, hogy mit kell tennünk. Fogd ezt a fából készült karót, és dövd bele mélyen a szívedbe. Ha meghalsz, megállunk. Van egy jobb ötletem. Ha találok nektek egy valódi vámpírt, akkor békén hagytok engem. És ha elbuksz, akkor végezhettek velem, vagy megeszek egy vödörnyi fokhagymát, vagy amit csak akartok. Rendben van. De ne próbálj meg átverni, te szakállas förtelem! A logikája a legküzdhetetlen. Azt hiszem, jó ötlet lenne beszélni az áldozatokkal, Chain-nel és a gazda fiával és Rose-zal. Tehát azt mondta a csávó, hogyha a szívembe dövöm
a fakarót és meghalok, akkor ember voltam. Milyen kedvesek? Ahogy látom, a fokhagyma közben viszi le a HP-mat. Mágia. Sült alma. Na, ide kéne a tűzifa. A legközelebbi hullát elégetjük. Hát, és itt az üveg. Folyami homok és víz. Bejárattal szembe? Ja, oké. Szia, Lord Feri. Ez a boszorkányokra is működik. Ha vízbe folytad és ártatlan, akkor meghal, ha túléri, akkor boszorkány. Igen. Ilyen kedvesek. Krematórium. Ó-ó. Tehát 8 sima vasdarab. Na, megépítjük a krematóriumot gyorsan. Ne, elfogyott! Az asztrológussal most amúgy sem akarok mit csinálni. Annyira felfrissültem. Na, mit mond a szellem? Remek, sokkal jobb nélküle, hogy nincs ott a temetőben. Bár még mindig szomorú vagyok, annyira magányos vagyok, életemben rossz voltam, bár jobb ember lettem volna. Ezt meg hogy érted? Holtak vagyunk, de attól még tiszteletet érdemlünk. Ó, rendben, elmondom neked, minden hulla egy lélek vezetője. Ez viseli az életének jelét, vétkeit pedig a piros koponya jelzi, a jó tetteit pedig a fehér. Még a legjobb dekorációk se tehetnek egy temetőt békés helyé, miközben tele van gonoszsággal. Nem biztos, hogy értem, mire célzol. Ebbe biztos voltam. Haha, jobb lesz, ha gondját viseled a temetődnek. Figyelni fogok rád. Semmit se tehetek, annyira szomorú vagyok. Búúúú. Na, ezt lefotózzuk. Minden emberi maradványnak egyedi spirituális tulajdonságai vannak. Egy hullának az értékeit a testrészeiből kapja, ezeket a szerveinek eltávolításával és a balzsamozással megváltoztathatod. Legfőképp úgy növelheted meg a temetőd értékét, ha a sírokat olyan tárgyakkal dekorálod, aminek több az értéke. Igen, mindig sorban van jó, és igen, ami egyetlen értéket, igen. Jó, tehát az a lényeg, hogy pluszba jöjjünk ki. Világos. Ez abszolút világos. Hát ezt csináltam. Csak későn jött a tutoriál, srácok. Hát, hogy én ezt már tudtam, mire megkaptam. Szevasz, madari. Pirítós volt. Húsvéti sonkával. Azért volt szar a magyarázat, mert... ez olyan, mint amikor a sörívást úgy írod le, hogy a sörös emojit használod, de a sört nem írod oda, csak azt, hogy sör emoji, meg azt, hogy ívás. És akkor így ívás. Érted? Jó, mondjuk ez pont érthető valamennyire, de ettől függetlenül értitek. Nem lehet egy szót egy jellel helyettesíteni egy mondatban. Tároló, oké, nyomjuk. Várjunk, tehát én most a tárolóra gyűjtettem itt a krematóriumnál. Hát akkor nem biztos, hogy itt akarok én bármit is csinálni. Ide meg valami technológia kell.
Na jó, srácok, hol a krematórium? Ja, azt majd állokkolni kell. Oké. Okay. Jó. Tároló. Hát amúgy lehet, hogy ide kéne tároló. Itt valószínűleg tudunk is. A raklapot tudunk, előkészítő hely. Szia, Devulon. Kolbásszal töltött csirke mellett fogok enni. Egészségedre, Madari, ez nagyon jól hangzik. Fanfire, köszi szépen a fél évnyi támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Mi újság, mi újság. Gratula az újabb badge-et ez. Hát, ja, csak én megértettem. Már így késő jött a tutoriál. Én már tudtam, hogy mit akarok. Hát, nem is tudom. Most így akkor csináljunk a krematórium, azért lehet, hogy igazából megcsináljuk. Csá. Jó, és akkor ezeket ide szépen berakjuk. Meg az átlagos imát is. Mikor is lesz az ima nap? Most van, most lesz. Ezt nem rakjuk el. A répamagot viszont el kéne ültetnünk. De teszünk ilyen hullás dolgokat. Most jön a püspök. Almafa és bogyós bokor ültetés. Nice. Na várjunk, én csináltam egy új szerszámot, de még nincs be... De be van rakva, jól van. Egy sokkal durvább csákányunk van. De én magágyat szeretnénk bottal. Így lesz botunk, ha minden jól megy. Igen. Bogyó, bigyó. Ide mit is írtak? Kőkert. Folyami homok és kődarab. Na, srácok, gyorsan teszünk be még vasat. Igen, igen, de ugye az lett volna a lényeg, hogy a testekben a szerveknek is van hatása, a piros és a fehér koponyákra, és nem mindegy, hogy mit teszel ki belőle, mert más-más mindegyik szervnél a hatás. Ja, de az még úgy nem lett elmagyarázva, hogy melyiknél mi. Úgyhogy arra még kíváncsi leszek, hogy azt még így kifejti a játék. Mert az amúgy pont, hogy érdekelne, amit mondasz. De technológia szükséges. Ez milyen gyorsan kivágtuk. Lehet, azt már elkezdtem korábban. Hát eltört az ásunk, úgyhogy akkor ideje. Nem lehet fejbe tartani? Jó. Akarok normális ásót, és ezt is ide betesszük. Normális ásó. Mi kell a normális ásóhoz? Ja, hát nagyon sok mindent kell fejbe tartani. Ezt pont meg tudjuk csinálni. Szuper.
A botok miatt csináljuk ezt. Amúgy simán lehet, hogy van botom. Nézzük csak. Tessék. Ja, az pont, hogy nálunk van. Ja, hát itt vannak a botok. Oké. Na tehát, magágy bottal akarok már egyet csinálni. De csak egyet, nem most, most nem hármat egyszerre, hanem egyet. Ezt most megcsináltuk, és akkor ültetünk el, hát répát nem tudunk, tehát akkor ez valami, mit tudom én, szőlőkkel, gondolom én. Jó, akkor ezt viszont ide visszatesszük. És akkor ebből még csinálunk hármat, mert pont annyi répa magunk van. Hoppá! Mise! Nagyon fontos. Misét akarok tartani. Szervezet! Kell egy titkárnő. Kell egy titkárnő. Ennyi mindent nem lehet fejbe tartani. Csá! Mivel mostantól elkész vagy, így részt kellene venned áldott tevékenységeinkben. Úgy döntöttem, hogy a katedrális közelében nyitok egy népkonyhát a szegények számára. Ez segít javítani az imázsomat, úgy tűnik, mikor éhesek, akkor a remek külsőm jobban megmutatkozik. Szóval rengeteg olcsó tára van szükségem, és úgy tűnik, van egy agyag leragadt pont a templomod előtt. Készíts nekem pár tálat, és adok neked egy kezdő lelkészek útmutatóját. Ezzel szerezhetsz némi kék tapasztalatot kezdésképp. És a népkonyhához örömmel megveszem tőled az összes kenyeret, persze méltányos áron, végtére is én az ő akaratát képviselem. Homokgyűjtögetés és agyag lerakatból kiásás. És kell neki tál ezért. Közösségi sütemény, gyertya. Én veszek egy ilyen átlagos imát. Adjad. Nem fogadhatod el ezt az ajánlatot. Ja, mert hogy nincs pénzem, látom. Akkor csinálni kell a pénzt. Tudunk csinálni pénzt. Csinálunk gyorsan pénzt. Nehogy a püspök úr elmenjen, tessék megvárni. Gyorsan. Gyorsan pénzt kell csinálnunk, srácok. Nagyon-nagyon gyorsan. Hoppá. Hú. Ezen a részen végig caplatni így. Hoppá, rossz fele megyek már megint. Tehát, bemegyünk. Hello. Van pecsétem, nem, az nincsen. Földelési igazolás, mind a négy. Csá. Bort nem láttam amúgy nálam. Sötétedéskor lépnek. Akkor már mindegy. Akkor már nem is lesz itt. A püspök úr már lelécelt. Nem baj. Pénzünk most már legalább meg lesz. Köszi szépen mindenkinek a pergetést. Toxic Jú, Vili, Semanz, Debulon, Létó. Köszi szépen Vampire-nek. Valószínűleg amúgy itt fogjuk látni. Már megy is. Jó. Semmi gond. Viszont misét nem tartottunk. Hacba.
Siess! Siess! Szemetek. Szemetek! Hát elkalkuláltuk a dolgokat. Na, mit ástunk ki? Agyagot. Na, tehát ezek a lyukak arra vannak, hogy agyagot ássunk. Megyünk pihenni is. Szevasznak, üdv mindenkinek, srácok. Na nézzük, most kinek a napja van. Tehát. Miss Charm a Dead Horse-ba. Az a, tehát, hogy vele még nem tudunk foglalkozni, mert kell papír és tinta. Tehát ültetünk. Egyet. Még egyet. Szuper. És akkor az agyaggal kéne... Az agyagból kéne csinálni tálat, gondolom én. Püspök. Vigyél 20 tálat. Jó. Tálat nem tudom, hogy tudunk-e craftolni. Oda néz, mert fegyvereket lehetne. Arra amúgy rámegyünk, szerintem. Fontos részek. Amúgy ez is szimpi. Hamvasztás, a hit ára. Szórólap. Jólétre való ima. Prédikációs pénz, prédikációs hit. Bomlás. Tőzegés, féreg. Komposztkupac. Sörfőzés. Méh szelidítés. Agyag, na itt van. Kerámiatál. A föld fogalma. Ez kellett nekünk. Fazekas kerék, kerámia tál és polírozó paszta. Fazekas kerék, na az kell nekünk. Meg természetesen a fegyvereket is kifejlesztjük. Vaspáncél és kard. Tehát köcsögölő kell nekünk. Oké, ehhez pedig víz kell. Vízünk pedig szerintem van. Na, vízzel valamit kell csinálnunk. Mindjárt kiderítjük egyébként, srácok. Tehát itt nem tudunk semmit se csinálni. Víz. Itt sincs semmi olyasmi. A tűzifa viszont kell nekünk. Sütni tudunk.
De nekünk a vízzel kell valamit csinálni. Hát mocskos vizes vödrünk lett. Na nézzük. Hát, ha van itt valami arra való utalás, hogy hogyan lehet vizet csinálni. De nem látok semmit. Bogyós bokor gyűjtögetés. Kovácsolás nem mondjuk valószínűleg nem lesz. Kerámia égetés, korsó. Nem, itt semmit nem látok erre vonatkozóan. Pedig biztos, hogy... Hoppá. Már itt véletlen... Na mindegy. Nem tudom, srácok. Városi útlevél. Ezzel a tárgyal vizet szerezhetsz. Nem pusztítjuk el. Aha, tehát el kellett júzolni, és így kapunk vizet. Oh. Oké, akkor kell még agyag. Egyszerű volt, mint gondoltam. Na, közben meghozta a szamára hullát. 1, 2, 3, 4. A szamár több... répát érdemel. Értem. De meg mit keresel itt? Tüntetek! Az meg mit jelent? Azt, hogy elegem van az elnyomásból, és nem hozok neked több hullát. Úgy értem, ingyen nem. Van pár követelésem. Először is jobb munkakörülményeket akarok. Be lehetne olajozni a kerekeket. Nem bírom hallgatni ezt a csikorgást. Másodszor, nekem is pihennem kell, szóval nincs több hulla a Pride napon. És végül, de nem utolsó sorban, jobb fizetése van szükségem, méghozzá tőled. A hullák nem a te tulajdonodat képzik, egyfajta természetes erőforrások, és nekem is kell a részesedés. Minden egyes hulla 5 répába fog kerülni, és előre kell fizetned. Berakhatod őket ide, egy különleges ládába, én majd kiveszem belőle a répákat. Ha elutasítod, akkor kereshetsz magadnak egy másik szamarat. Ó, csak hogy nincs másik szamár. Haha. Olaj a kerekekhez. Na. Remek, most helyezd a répákat a dobozba. Oh, hát de nincs répem. Azt sem tudom, hogy miért akartam idejönni. Agyagér. Annyira jó egyébként hallgatni a sztorikat a munka mellett. Szia, Little Mau. Jó szórakozás, kacok. Mennyi agyagunk van? 17, 18, 19, 20. Ó, a csacsinak répa kell, srácok. Hát éppen nőnek. És mindjárt csináljuk a köcsögöket. Ott is van. Ott is van, 6 köcsög, 9 köcsög, és akkor még kell nekünk 12 köcsög. Hoppá, elfogyott az energia. Egy gyors alvás. A Quick napján jön a kereskedő. Jaj, hát az helyzet, köcsögöl lehetnénk tovább, de elavas.
Jó, srácok. Megvannak a tálak. Úgyhogy ezt most eltesszük szépen. Mondjuk nem, nem tesszük. Ne. Vesszük innen a koponyát, a bőrt is ki kéne amúgy venni. Jó, ezeket el kéne tennünk. A történetem még nem tudom, hogy mit csináljak. Virág, a gomba, hű, fadeszka, az így elmehet. És ami kell nekünk, a kihantolási engedély, a pol, hát mondjuk a kereszt is jöhet, ezek is jöhetnek. Jó. Ezeket azért csinálom most, srácok, hogy jól el tudjak mindent pakolni. A megfelelő helyre. Nekem tetszenek ezek a hangefektek. Na, tehát vér, fakereszt, csont, minden jöhet. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Na, így. Létó, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékodat. Méghozzá Laca számára. Köszi-köszi a támogatásodat. Lacának ezzel az első hónapját tetted lehetővé. Wow, köszi szépen, Létó. A csacsinak répa kell. És ahogy látom, itt már lesz is répa. Lassan lesz répa. A bogyókat szerintem le kéne szednünk, ha már itt vagyunk. Köszi szépen a pergetést, Willy és Fanfire. Úgy sem érsz utol, te bogyó. Kéne nekünk fontos részletesek. Agy, szív, belsőségek eltávolítása. Ez mi volt itt? Technológia kell. Ó, tényleg. Mármint, hogy nem az, hogy technológia kell, hanem rostás baltánkat le kéne cserélni. Csinálni egy a vaspáncél. Nice! Vasvéső, három olyan. Pillanat, srácok. Vasrúd, igen. Vesszük ezeket a cuccokat. Tehát kell nekünk egyszerű vasdarab. Nem tudom pontosan mennyi. What? Na azért, balta. Tehát kell először nekünk a balta. Nagyon szuper. Berakjuk a régi baltánkat ide. És bőr is kell nekünk. Abban nem tudom mennyi van. Vasvéső, ahhoz kell még nekünk egy ilyen. Na, meglett a vasvéső. Mit mond erről a játék? Nem, nem akarom elpusztítani. Használ. Nem tudom. Nem lehet megnézni egy itemről, hogy mit tud, srácok? Keresd meg. Polírozó paszta. Igen, véső. Tehát itt lehet majd megcsinálni a páncél, de nincsen négy bőrünk, ez biztos. Rozsdás kalapácsot nem akarunk. Kard. Na, a karthoz kell kender, kötél és komplex vasdarab. És 10-es sebzése van, a mostani kardunknak pedig 5-ös. Oké. Okay. Lehetne menő sírköveket csinálni, kőjavító készlet, az kell. Az kell, egyértelműen kell, srácok.
Szerintem kell még egy, úgyhogy csinálunk ilyen egyszerű vasdarabot még. És akkor, elfogyott a kvék napon, mit mondtunk? Kereskedő van. Megjavítjuk a temetőben a köves cuccokat, amiket eddig nem tudtam. Most van a kígyó napja. Jó. Gyere. Tényleg répa, hogy állunk a répával? Ki tudjuk már húzni? Hogy néz ki, hogy még nem? Hát igen, a répával se tudunk még mit csinálni. De a sírokat mindenféleképpen megjavítjuk. Tizennyolcas lett. Tizenkilences. Oké, 21-es srácok. És ahogy látom, mindent megjavítottunk, amit csak lehetett. Úgyhogy most jó a temető. Nem, ott van egy rossz fejfa. De az gyorsan kicseréljük, mit szóltok. És a kő javító készletet ide rakjuk. És akkor itt nyomunk egy cserét még gyorsan. És akkor mondhatom, hogy ezt én már most meg is csináltam. Jó. Szia, Johnny! Szuper. 22-es a temetőnk minősége. Jó, ezt a régit, ezt szétszedjük. Itt a hullából vannak darabok, ezeket betesszük szépen. Na nézzük, a répával történt-e valami. Semmi, még semmi nem történt. Illetve az új baltánk se jó még ehhez, tehát hogy ehhez még kell valami. Vasrudat még mindig teszünk be. Igen, és ezt szét akarom szedni. Bár lehet, hogy itt kell. Így van, itt kell. Szuper, köcsögölőt csináltunk. Mi az, amit még lehetne? Kővágó az is van, kőtároló szintén van. Okés. Ezeket innen el tudjuk venni, hogyha éppen akarjuk. Vaspáncél, véső, polírozó paszta, oké. Itt meg a kard. Oké, és megnéztünk most mindent. Olyat lehetne csinálni, hogy valami fa dolgok. Nézzük csak, hol vannak ezek a fa dolgok. Mocsárvas. Aha, ahhoz már körfűrész kell. Oké, tehát ahhoz, hogy át tudjunk menni a halottas kamrából a temetőbe, oda már komoly fejlődés kell. Ami nem megy egyről a kettőre. Például ide is.
Na, most például nincs nálam egy darab tudomány sem. Pedig volt egy. Jegyzetek. Tönkretett könyv. Káosz oldat, gyorsító por, sebességital és vér. Nem ez az asztalnál lebontható, hogy négy akármit kapj. Mindig tudsz belőle némi papírt kinyerni. Jó, ezt most betesszük ide. Tehát van tanulmányozó asztalunk. Templom munkaasztal kell. Ezt meg kéne csinálnunk, srácok. Nézzük csak, az milyen? Ez komplex vasdarab. Oké. Okay. Ezért négy tudomány járt, ha jól látom, így van. A tudományért cserébe pedig tudunk, aha, tehát akkor kellene a hit is például. Húha! A következő nap pedig az Inquisitoré. Jó, ez az átjáró, ez micsoda? Ehhez is már komoly dolgok kellenek. És itt mit tudunk csinálni? Ládát tudunk csinálni. Jó, szögek. Hát itt abszolút, Scott. Szia, szia. Itt nincs semmi. Ha itt virágágyással lehet szórakázni. Ide a vért majd le kell raknom, meg megnézzük, hogy mennyi bőrünk van. Három bőrünk van, az kevés. Ezt is ássuk ki. Ezzel még sajnos mindig nem tudunk foglalkozni, viszont a répák, mintha már jók lennének. Kaptunk három répa magot, és kaptunk valami mást is. Növényi hulladékot. Zombie farm magágy. És tárolót lehet itt is. Szedjük a gembát. Hasat mindenféleképpen be kell rakni. Oké, a gomba mehet be, a répából még kell kettő darab. Növényi hulladékot is most egyelőre berakjuk, meg a bogyókat is. Kellenek nekünk szögek. Szia Ghostface the Assassin. Nézzük csak. Templomba pontosan mi kell? A templomba ennyi kell. Most akkor meg tudjuk építeni a ládát. Szia Szféra karcoló. Üdv mindenkinek, srácok. Ez jöhet ide. Reméljük, hogy engedi megépíteni. Szuper, és akkor ide is tudunk tenni dolgokat, mint például azokat a hites dolgokat.
Ja, és amúgy el is mehetünk aludni. A hites dolgok alatt értem ezt és ezt. Hát ezt a tönköt már nem tudjuk kivágni. Hát az alvás. Túl sok vasat használunk el per pill. Na nézzük, hogy állunk. Most úgy állunk, hogy Inquisitor. Ez az Inquisitoros nap. Látom a répákat, még mindig nem tudom kiszedni. Megnézzük, mi újság van az Inquisitorral. Gondolok, élvezem az itteni levegőt, van valami igazságos benne. Kaptunk egy történetet. Jó tudni, hogy hamarosan újabb buszorkányt égethetünk el itt? Még mindig kínozzuk őt. De megéri a megbocsájtás. Ezúttal tökéletesnek kell lenni az égetésnek. Be kell bizonyítanunk, hogy egyetlen buszorkány sem menekülhet az igazságosságunk elől. Elő kell készülnünk, segíthetsz a Szent Inkvizíciónak. Kellene nekünk pár tűzifa, a kellemes meleg tűzhöz és annyi szórólap, reklámként amennyit csak szerezni tudsz. Várni fogok rád, a boszorkány nem megy sehová, miután minden készen áll, akkor elégetjük őt. Oké. Tehát 20 tűzifa, 10 szórólap. Mi a helyzet a temető másik felével? Pár évvel ezelőtt megszentségtelenítették a szektások, ott piknikeztek, és nem vagyok benne biztos, hogy a gonosz teljesen elhagyta azt a helyet. Tudnom kell, hogy ebben a harcban a mi oldalunkat képviseled, mielőtt engedélyt adnénk a temető ezen részének használatához. Tehát engedély kell neki. Az engedély szerintem már megvan nekünk, vagy legalábbis láttam valami engedélyszerűséget. De ahhoz tűzifát és szórólapot kell neki adni. A tűzifát azt megcsináljuk most. A szórólapot pedig nem fogjuk tudni. Azért nem fogjuk tudni. Mert ahhoz kell olyan kék pötyi. De megnézzük. Kék pöttyit tudunk-e szerezni. Tehát tűzifa. Először a tűzifa. Nincs elég nyersanyag volt. Vagy hogy nincs elég nyersanyag. Ja, látom. Jó, és akkor most lemegyünk gyorsan. Bár nagyon kell sietnünk, mert lassan el fog menni az Inquisitor. Speedrun-t kell nyomni. Tanulmányozzuk mondjuk a vasvésőt. Igen. Vagy a baltát tessék. Végeztél ennek a tanulmányozásával. Ez a tárgy ezért bontható szét. Semmi.
Értem. Hát nem mondom ezt, hogy ez volt a legjobb cucc, amit csinálhattunk. Oké, hát ez érdekes volt, skacok. Pénzünk van, úgyhogy tudunk venni majd. Oké. Az a tudomány az még nem tudom, hogy honnan lesz. Jó, hát végül is akkor mindegy. Lemaradtunk most a az Inquisitorról, semmi baj. Répa kell a csacsinak. Oké, lesz répa. Répák nálunk vannak? Nálunk vannak. Látod, nem is volt olyan nehéz. Haha, ez még csak a kezdet. Tényleg ezt akarod csinálni itt? Igen, ezt. És te milyen jogon panaszkodsz? Ez amúgy se a te utad. Élvezd a megnyilvánulásomat. Én azt gondoltam, hogy te kedves szamár vagy. Igen, de nem neked. Oké, tettünk bele 20 répát. És szeretne olajat a kerekeihez. Olaj. Na nézzük. Nézzük, hogyan lesz olajunk. Feromonok. A hit ragyogása. Író. Papírgyártás, tiszta papír. Papír hányadék. Írók inspirációja. Szia, Jadex. Igen. A csacsi nem akar velünk kedves lenni. Rovarok. Gyűjtögetés, moly lepke, méh. Acélvéső. Üllő. Üvegfújó. Az olajat kéne valahol megtalálni. Hát én itt nem látom sehol. A szakma fortéjai. Asztalos kőműves. Ja, hát itt... Most ez így még nincs itt. Jó. Oké, akkor ezzel megvagyunk, ültettünk. A tűzifa az kell, neki még... vasdarabok. Valami vasdarabot akartunk. Igen, a templomban a láda meg lett. Templom munkaasztal, na az kellene nekünk, srácok. Szögek. Tehát szögek. 10 szög kell. És kell nekünk komplex vasdarab is, méghozzá 4. És talán így van, igen, ez nagyon jó. Kell 9 nyers fadeszka. Oké. Ennyi elég is. Szia, proféta. Na, most fogjuk megcsinálni a templomi munkaasztalt. Ha jó szögből csinálod, a jobb cuccot készítesz? Igen. Ha rosszval, akkor meg rosszat. Olyan ez, mint a fotózás. Csak a jó szögből kell csinálni. Ez itt jól néznek ki? Nem néznek jól. Akkor ide tesszük. Itt
a kágyó. Disznóbőr papír. Tiszta papír. Disznóbőr papír. Aha, értem. Tehát tiszta papírt tudunk csinálni a disznóbőr papírból. Meg kender kötelet tudunk csinálni a kenderből. Oké. Okay. Denevérszányból is tudunk csinálni disznóbőr papírt. Jó. Az ilyen stílusú játékoknak mi a gyűjtő neve? Hogy lehet rájuk találni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, proféta. Hát ez ilyen... Mindjárt megnézem neked. Hát szerintem ez ilyen szimulátor játék, nem? Gazdálkodás és... gazdálkodás szimulátor játék. Meg ilyeneket mondanak, hogy életszimulátor. Ja, szerepjáték szimulátor. Ezt mondják. Farming sim, life sim. Ja, ja. Oké, most már ezt is tudjuk, hogy itt ilyenek vannak. Sebességitalt azt azért kiszedjük. Még van egy kis energiánk, és akkor neki olaj kell. Némi olaj a kerekeidhez. Lehet, hogy van olajunk egyébként. Ja, ja, csilles abszolút. Kezd fogyni nagyon a vasunk. Hát itt nincs olaj. Kenyér, sültalma, tükörtojás. Harudacskák. Gyors lefekszek. Több időd van egy hal kifogására. Halászlé. A halakat nehezebben engeded el. Sült hal és fehér halfilé. Igen, olyan kéne. Cékla, répa szelet. Omlett. Szendvics. Nincs, sajnos nincsen, viszont a bogyót azt kivesszük. Meg a történetet is, meg a bűntöledéket is. Oké, elmegyünk szedni vasat. Igazából akkor zselét szedtünk. Azt is megnézzük, hogy mi kell egyébként nekünk. Innen. Már nincs itt a kígyó. Wow. Itt van egy lejárat a vár, a faluból. Mm-hmm.
Oké, és tehát akkor kell faék, meg olyan roncs, sima roncs. Itt maradt valami tárolóba? Semmi. Jó, alszunk egy jót. Basszus, mennyi mindent lehet csinálni. Hihetetlen. Na, ma lesz a püspök napja, tehát misét kell tartani. Hát faék. Itt eszembe be kell rakni a vasat. És akkor egyszerű vasdarabok. Jó, és akkor ezzel már meg tudjuk csinálni, srácok. Itt a torlasz kiszedését. Jó. És akkor még alszunk egy kicsit. Jó. Szedünk vasat is, még belefér. Persze, ha itt maradt vas. Ha nem maradt, akkor szívás van. Maradt, jól van. Oké, azt ott még nem tudjuk elvenni. Ezt a fát szépen hazavisszük. De látom, itt van még egy fa. Na most szerintem majd meg fogjuk tudni tartani a misét. Jaj, tényleg neki kellenek tálak. Kiment a fejemből. Ide raktuk? Aha. Húztál. Tű, de rondák, de a szegényeknek pont tökéletes lesz. Örülök, hogy részt veszel az egyház üzleteléseiben. Kaptunk még egy történetet. Talán a templomodat is Talán a templomodat is felfejleszthetném nagy templommá. Ez több hitet és több pénzt jelent. Egy nagy templommal közelebb kerülhetsz Istenhez, és mi fontosabb nekem, mint maga a szentség. De ez mind a távoli jövő. Először is itt mindennek olyan tökéletesnek kell lenni, mint a frizurámnak. Haha. És ez alatt mind a templom belsejét és a kint lévő temetőt értem, haha. Érj el 30-at a temetővel és 20-at a templommal. Mindent megteszek, hogy megfeleljek a nagy elvárásaidnak. Ha már a nagy elvárásokról beszélünk, nagyon örülnék, ha szereznél nekem némi halat, az megmenthet engem az éhínségtől. És nem akármilyen halat, nekem minőségi halfilékkel. Úgy hiszem, hogy ilyen halat a vízesés közelébe találhatsz. Köszön. Úgy érted, a várost jelenleg éhínség sújtja? Nem. Én nem ehetek húst, és ami a város kikötőjében levő halakat illeti, nos, köszönöm, de nem. Főleg, hogy félig ott rohad a holtak hajója. Szóval te vagy az egyetlen reményem. Azt hiszem, a rossz diétám miatt kezdett kihullani a hajam. Szóval tudunk venni ilyet. Egy átlagos imát. Köszi. Hát teszem, szia-szia. 1000 éve, mi újság? Na, van nálunk két átlagos ima.
Szeretnék pár szót szólni. Nagyszerű a templomunk. Remek! És most imádkozzunk ezért az áldásért. Az adományokat szívesen fogadjuk. Remek prédikáció. Oda néz. Egyetlen egy darab hit. Egyetlen egy darab hit. Olyan kérdés, ami lehet elhangzott a játék. Le lett magyarosítva, vagy külön kell rátelepíteni? Külön kell letölteni a magyarítások.hu-ról. Tiszta jó, még beteg állomány alatt is pörögnek az utalások, megéri villanyszerelőnek lenni. Ennyi. Hát ad létom. Én nem tudom, hogy fogom felhúzni a templom minőségét. Látogatók száma 5, szerzett hit 1, begyújtott adománya 6, eredmény sikertelen, siker esélye 50%, tehát nem volt sikeres a prédikációnk. Szívás. Viszont az átlagos ima az nem tűnik el, az nálunk marad, úgyhogy most már ezt is tudjuk. Hát akkor erre nincs szükségünk, belerakjuk a ládába. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Létó, nagyon-nagyon szépen köszönöm immáron a harmadik feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy Atesan 23. hónapját ezzel most lehetővé tetted. Srácok, peregjenek a szegek. Köszi szépen. Kezdő lelkészek útmutatója. Micsoda? Templomos fita. Hit, a hit fénye, igen. Jólétre való ima. Tudunk barkácsolni hitért való imát. Egy pár megindító szó, a nyája több értéket produkál majd. Több hitet fogok tudni kapni. What? Várjunk, és ezt hol? Ezt hol csináljuk? Tehát itt készíthető asztal. Asztal. Ezt az asztalt már... Aha... Nem először látom. Egy asztalnál lehet craftolni ilyet. Mi az, ami még az asztalnál craftolható? Hát, ha... Fölismerjük. Asztalos. Írás, aha, írókészletek, toll és tinta, asztal, hol lehet ilyen asztal? Kerámia égetés. A hit fénye. Amúgy ez kell nekünk. A szórólap miatt.
És ezt hol tudjuk csinálni? Az asztalnál, illetve a nyomdaprésnél. Na pillanat, srácok. Ezt most meg kell néznem. Köszi szépen a pergetést, ez Scott, fennfejlés robovarjar. Köszi szépen Létónak és a Tessannak. Azt mondja, hogy... csak arra vagyok kíváncsi, hogy láttam-e már ilyet. Ez hol is van? Ez a teológiánál van. A teológia... Na, asztalt lehet craftolni, hogyha megvan nekünk az írás. Úgyhogy ilyenünk még valószínűleg nincsen. Látjátok, ott van asztal. GG. Jó, tehát hogyha nincsen, akkor pedig... itt készíthető asztal, köszönöm szépen. Tehát akkor ez így szívás. Hó. Ez most szívás, srácok. Jó. Tehát, hogy hiába vettem ilyet, nem lettünk előrébb, mert kell asztal ahhoz, hogy tudjak csinálni szórólapot. De legalább lett hitünk. Legalább lett hitünk, srácok. Következő héten megy újra. És van amúgy egy tárolónk, ide is lehetne ilyen síros dolgokat rakni. Olaj, az olajjal kellene majd valamit kezdenünk. Oké, a répa szépen nő. Most pont van egyébként energiánk arra, hogy felfedezzünk. Gerinek. Üvegbor kell, illetve... Hát... Nézzük meg, hát ha beszélünk vele, akkor most előrébb leszünk. Jobb nem említeni bármit is arról a kulcsról, ami beragadt a fejébe. Nézd már azt a pofát, mégis mire készülsz? Ó, semmire, csak épp gondolkodtam valamit. Korábban sose láttalak ilyet csinálni, haha. Mindegy, csak vicceltem. Szóval mi jár az eszed? Nos, azon töprengtem, hogy biztos jól esne neked egy kis tisztítás. Tessék? Úgy értem, jó sokáig voltál lelásva a föld alá. És most egész nap itt vagy a sok por és hulla között. Mi lenne, ha kissé felfrissítenénk? Valami remek illatot adunk neked némi sörszaggal átitatva. Kané, erre még sose gondoltam. Te egy igazán ragyogó csillag vagy. Haha, benne vagyok. Hozz egy korsó sört és némi folyami homokot. Folyami homok és korsó sör. Jó. Felírjuk, hogy ilyet is kell majd csinálni. Ő mit mond? Elmész. Jó. Tehát korsó sör. Hát én azt mondom, hogy menjünk először balra. Nézzük meg, hogy mi van arra felé, srácok. Illetve megnézzük, hogy milyen nap lesz holnap. Holnap... Miss Charm, aztán pedig a kereskedő. Jó, hát akkor ez most annyira nem érdekel. De itt legalább lehet vasat szedni. És nem is drága.
Van egy olyan érzésem, hogy erre még most nem tudunk menni. Igen. Úgyhogy menjünk szépen fel. Oh. Hát, úgy néz ki, hogy még kell valami, hogy itt tovább tudjunk utakodni. Ott meg lehet majd horgászni. Jó. Oké. Piros finek kell nekünk. Úgyhogy azt gyűjtjük, bár igazából lehet, hogy mindegyik virág kellene nekünk. De a vörös virág az jó a sírokra. Hiába javítottuk meg ezt a hidat, igazából csak vasat tudunk hozni. Jó, akkor tudjátok mit? Fölszedjük az összes vasat, amit csak lehet. Ezt találtam ki. Kék virág, piros tüske. De most nekünk nem az kell. De azt a szamárral akarom szedetni. A kék virágot piros tüskével. Se enged minket a játék, arra se. Jó. Nem tudom, hogy jutottam el ide. Szükséges. Nézzük, merre lehetne menni, srácok. Ezt annyira még nem látom át, hogy akar minket vezetni. Hoppá! Valami történt. Valami történt. Valami történt. Tovább tudtam jönni. Azt a fehér virágot már nem tudjuk felvenni. Jó, a nyers fadeszkát elpusztítjuk. Milyen jó, hogy sötét volt, és most nem tudom majd, hogy hogyan kell visszamenni. Lefele nem tudunk menni. Azt hiszem, most már kezdem kapizsgálni, hogy hogyan lehet olvasni itt az utat. Nem fér át nálunk több vas. Van ilyen? Dobjuk a zselét. Oda néz!
ott van izé valaki. A kunyhója közepén. Mármint, hogy a labirintus közepén a kunyhónál. Sikerült. Na nézzük, mit írnak itt, srácok. Ó, tehát meg lehet építeni egy hidat. Jó, ezt felírtam magamnak. Jó. Felírtam magamnak? Igen, fel van írva. Kell híd ide mindenféleképp. Elinnét, Ádász Délek! Nem lélek vagyok, hanem a helyi temető gondnoka. Biztos, hogy valódi vagy? Nem 100%, de elég biztos. És te meg ki vagy? Ez egy átkozottó jó kérdés. Már hetek óta próbálom megfejteni mindezt, és van pár elméletem. Szerintem boszorkányra vagy tündérhercegnőre hasonlítok jobban. Mit gondolsz? Egy boszorkányra. Azt hiszem, igazad van. Túl okos vagyok, hogy hercegnő legyek. Mindegy. Szükségem van a segítségedre. Semmire sem emlékszem, csak ezzel a jegyzettel a kezembe ébredtem. Ha elveszítenéd az emlékeidet, csak forralj fel egy üstbe, egy tömjént és egy méhecskét. Szegény. Idd meg a főzetet, minden alapanyagnak az üstbe kell már lennie. Sok szerencsét a múltbéli éned. Szóval kipróbáltad? Látsz valahol a közelbe egy üstöt? Nem. Mégse. Szóval két választásunk van. Megcsináltad nekem ezt az italt, nem lehet annyira bonyolult. Vagy hozol nekem egy új üstöt, és megszerzed hozzá az alapanyagokat. Hol találhatok egy üstöt? Ó, jó nagyra lesz szükségem egy jó kovásnak, tudnia kell, hogy hogyan készíthetsz egyet. Te segítesz nekem, én pedig neked. Alkímia munkaasztal, kézikeverő, alkímia malom. Szereztél egy új technológiát, és ezt kaptad. Tervrajz égő boszorkány. A sírpjáték a madarak, hogy van egy kerted, ez igaz? Igen, néha elültetek pár termést. Nem segíteni egy vénasszonyon? Én itt folyton csak segítek mindenkinek. Á, legyen. Mit akarsz, mit hozzak neked? Tököt. Egy ezüst, csillagos tököt. És cserébe megtanítalak töklevest készíteni. Oké, tehát hogy tököt is lehet vinni. Klotó. Őt úgy hívják, hogy Klotó. Jó. Jó. Üst, gyógyító, ital, tök. És ha legközelebb jönnék ide, akkor még híd is kell. Nekem gyémán csillagos tökeim vannak. Tiki. Ez is még nincsen, úgyhogy azt majd kell növeszteni. Szerencsére itt vannak a lábnyomok, azok nagyon segítenek. Még csak a gondolkodnom se kell. Csuklásfű, hát ilyen kellett egyébként valakinek. Mennyit szedtünk fel? 10 csuklásfű, és kinek kell csuklásfű? Csuklásfű. A kereskedőnek kell csuklásfű. Ma milyen nap van? Pont a kereskedő napja? Nem, az majd holnap lesz. Tehát holnap lesz kvék nap, akkor tudunk vinni csuklásfüvet. Mennyi kell neki a kereskedőnek?
Vigyél pár csuklás fel. Remélem a 10 az olyan pár. Mi? Benéztem, hogy merre kell jönnöm? Ja, úgy néz ki, benéztem, igen. Szavazás, hogy 11 lesz. Csak nem, csak nem. Ez jó menet volt, jó volt ezt felfedezni. Ja, és még olaj még mindig kell. Mert addig nem jönnek az új hullák. A répa nem volt elég. Jaja, megnéztem ma reggel a WoW Keg Reveal-t. Hatvanat rakunk át. Történetet is átrakjuk. Gombát. Ez a legbénább cinematic? Hát, figyelj! Nem mozgatott meg bennem semmit. Egyről azt, hogy ezek az óriások, meg ezek a nagy létesítmények emlékeztetnek az Ice Crown nos területen levő ulduári részekre. Bár azok, annak meg a törpökhez volt köze. De minthogyha ott lettek volna ilyen magas tornyok. Szóval, hogy ezek az óriásoknak, minthogyha az a magas tornyokhoz lett volna köze, amik ott a törp létesítmények körül voltak. Ja, hát nem tudom. Nem volt egy nagy kert csináló. Ez a trailer. Hiszem is, hogy ez 5 perc, ez ilyen gyorsan eltelt. Hát, fogyatkozik a répa. Valahonnan majd kell szerezni magvakat. De aztán egy is kontrolláltad? Aha, aha. Az első pár alkalommal nyomta meg érbillentyűzettel. De sokkal kényelmesebb volt nekem a kontrollára. Nem is tudom. Ja, nekem tetszik. Nekem tetszik a kontrollerezés. Jó volt vele locsolni is. Szerintem ami nehéz, az ültetés nehéz lehet kontrollerre, de én megszoktam. Jöttem vele, hogy nagyon nagy kényelem a kontroller. Úgyhogy... én a horgászatot is szerettem. Mondjuk valószínűleg azt mondod, hogy egérbillentyűzettel nehéz horgászni. Az best. Nehezebb kontroll... Nekem pont, hogy könnyebb. Nekem borzalmas volt egérbillentyűzettel a horgászat. Kvék nap van, úgyhogy menni kell a kereskedőhöz. Sőt, telefonon is borzalmas a horgászat. Ötletes kapálás gondolom, amin elzem. Mármint kontrollerrel? Ja, hát... azt nagyon-nagyon meg kell szokni. A dolgok lerakása például. Már is megeszi a csuklásfüvet. Adott nekünk ezüst történetet. Milyen fura az íze? Most semmilyen ízt nem érzek. Várjunk csak, hadd harapjak egyet ebből a csípős sütiből, ami a zsebemben van? No csak, nincs íze, semmit se érzek. Mit adtál nekem? Azt, amit kértél, csuklásfüvet. Ó, Istenem, megtörtént.
Ez az átok. Mikor még fiatal voltam, megmondták nekem, hogy el fogom veszíteni életem legfontosabb dolgát. Ezt meg ki mondta neked? Egy öreg jósnő. A karavánommal utaztunk a sivatagba, az északi hegyeken túl. Megálltunk egy oázisnál, és ott volt ez az öreg asszony. Minden, amit mondott, valóra vált. És most ez is? Sajnálattal hallom. Várjunk csak. Te ismersz boszorkányokat? Nem. Az inkvizitor valószínűleg mindet elégette. Ha az öreg Klotó még életben volna, elég öreg volt már fiatal koromban is. Ha még életben van, akkor bizonyára... Valóban boss. A nyugati mocsár közepén megtalálhatod őt. Mondd meg neki, hogy a kereskedő és pap, aki szerelmi bájitalt vett tőle, most a segítségére szorul, biztos emlékezni fog ránk. De pap voltál? Nem, a tesóm volt a pap, és nem kívánok róla beszélni. Szóval számítok rád, barátom. Hozzá nekem az átok ellenszerét. Megnézem, mit teltek. Ami az egyességünket illeti, répa, káposzta, cékla. Oké. Honnan vásároltok magvakat? Szerintem a helyi farmon találhatsz alacsony minőségű magokat. Oké, tehát akkor az kell nekünk. Csá! Ott a köcsögölő néni, hát vele még nem is beszéltünk szerintem. Nála lehetett volna venni kerámia tálat. És le lehet szüretelni szerintek a termését? A bogyóit azt azért elvisszük. Elviszem az agyagodat is. Erre mi van? A városba vezető út le van zárva. Szükséged van egy városi útlevélre. Az van amúgy, de most nincs nálam. Hát városi útlevél kell ide. És akkor megnézhetnénk a várost is. Ó, még több. Azt ott ki tudom húzni? Mindet ki tudom húzni? Ja, meg amúgy beszélni kell vele is. Hello! Nem akar nagyon velünk beszélni. Jó, hát akkor mindegy. Csá. Azt is de kihúznám ott. Nem, amúgy tényleg van nálam olyan útlevél, vagy mi. De tényleg nincs nálam. Nem is tudom, hogy hol rakhattam ki, szerintem ott van a koponyák mellett. A vámpírral kapcsolatban. Van pár kérdésem neked, gyermekem. A vámpírral kapcsolatban megígéred, hogy nem fogsz kinevetni? Az apám, a bácsikám, az összes szomszéd, egyikük se hisz nekem, és mind kinevettek. Ígérem, hogy komoly leszek. Azon az estén apám, a Molnár bácsi iszogattak az ő gabona pálinkáját. Egyedül voltam otthon, aztán valamilyen férfi bejött az ablakon át. Először azt hittem, hogy a részeg apám az. Még szóltam is neki, apa! De aztán olyan volt, mintha nem hallott volna engem. Érdekes, folytasd! Egy szempillantás alatt ráeszméltem, hogy nem apám az, és elbújtam a takarom alá. És aztán ő egyszerűen elment. Kérek, ne nevess ki, mindenki itt ki szokott nevetni. Ne aggódj, 15 évesen én is féltem volna. Köszönöm, de én 22 vagyok. Tehát magvak. Káposzta magv. Oké. Ez ilyen rohadt drága. Jó. Veszünk 12-t. Aztán veszünk répamagból is 12-t. Búzamagból is veszünk 12-t. Milyen magvak vannak? Céklamag. Azt is veszünk. 8-at. Csá. Jó, kikkel kell még beszélgetni? Miss Chain. És még volt valaki, akivel még beszélgetni kéne, srácok.
Jó, szia az utópergetést, Kulersz. Jobb lesz, ha beszélsz, igen. A vámpírral kapcsolatban. Chain, tudnál mondani valamit nekem arról a vámpírról? Nem tudok. Addig semmit sem mondok, mikor addig bocsánatot nem kér az undorító viselkedésért. Oké, megkérem őt. Horadrik. A Chain iránti bocsánatkéréssel kapcsolatban. Horadrik Chain arra kért, hogy kér bocsánatot, amiért én kérek bocsánatot, ott találtam a feleségem szeretőjét a saját hálószobámba, és nekem kell azt mondanom, hogy sajnálom? Csak képzeld el, rám nézett, majd kiugrott az ablakon át. És most azt mondja, hogy ő aludt, miközben ez az alak egy egyszerű vámpír volt. Talán igazat beszél? Menj és mondd meg neki, hogy ma egy arázatot követelek. Jó. Sör. Sör, kell sör. Egy korsónyi sör. Megvettük. Mi kell még Gerinek? Folyami homok. Hát az itt szerintem nem lesz, de majd szerzünk valahonnan. Horadrik, magyarázatot követel. Tessék, magyarázatot? Akkor kérdezd meg tőle, hogy miért tért haza aznap éjfél után? Nézd, sajnálom, hogy családi viszály alakult ki, de... Van valami hasznos információt számomra? Semmit se tudok. Aludtam. Értem. Akkor legyen szép napod. Várjunk csak! Az asztrológus tud egyet s mást a vámpírokról. Azt mondta, hogy egyszer vámpírok támadták meg őt. Úgy 30 évvel ezelőtt. Oké, tehát akkor megvárjuk, amíg asztrológus nap lesz. Na nézzük. Vámpír. Orvosság az átokra. Oké. Halfilé, molylepke. A gondoknak. Építs egy kutat, építs egy sátrat. Ez is csillagos halfilé. Jó, tehát a gondoknak molylepke kell. A molylepke pedig... Hoppá, itt megjelent az alkímia. Alkímia állvány. Tehát molylepke. Jó. Igen, tehát hogy karakterek. Róza. A pásztor jó indulatú és hiszékeny férje. Pásztor. A félszemű, féllábú, félkarú fickó kisé hevesnek tűnik. Tehát a pásztor. Hol lehet a pásztor? Fönt. Igaz? Te ki vagy? Az ott micsoda? Róza, te vagy az? Amúgy most már valószínűleg nem fog velem beszélni senki. Hoppá, ő ott Róza. Róz. Az a vámpír, aki megtámadott téged. Kérdezhet? Ivott a véremből? Ó, ezt sajnálattal hallom, de kérlek kicsi halkabban. Szívszorító és baljós volt? Órákon át gyakoroltam ezt a mondatot. Szívszorító és baljós volt? Órákon át gyakoroltam ezt a mondatot. Igen, te vagy a legjobb. Micsoda? Elpirult. Szóval elmondanád, hogy mi történt? Az istálóba csalogatott úgy, hogy egy vemhes tehén hangját utánozta. Aztán megragadott és elkezdett a véremből inni, de szinte azonnal ki is köpte. Mint ha undorodott volna, és tudod mit? Ez kissé sértő volt. Ha a férjem nem lett volna otthon, és mi történt utána? Azt mondta,
Már megint B csoport? Mintha mindenki gúnyt űzne belőlem, és aztán elfutott. Szia, Golden Samurai! Köszönöm a segítségedet, remélem a teheneidnek remek kisborjaik lesznek. Értem. Vaj, sajt, teljes korsó, ilyenek. Ja, méhész vele még nem beszéltünk. Tehát, valakinek kell méz. A bácsi, aki úgy volt valahol. Nem is tudom, hogy hívják. Hogy is hívják? A bácsit. A bácsi... A dig. Vigyél 5 mézes bödönt. Gondolom ez az. A méh bossinak kell, igen. Vehetünk is amúgy egyet. Bár várjunk csak. Lehet, hogy azt amúgy tudunk fogni is. Ja, azt tudunk fogni is. Mármint, hogy majd tudunk fogni, de hogy ott van. Méh gyűjtögetés, moly, lepke és pillangó. Üdvít közben mindenkinek, srácok. Oh. Ez most így semmi nem fér el nálam. A szíve. Ja, mert vettem magvokat. Jó, menjünk inkább akkor haza. Itt van valahol a lejárat. Bezsebb, azt mondta. Bezsebb. Ó, nem is kell, hogy nálam legyen a vas. Ezt jól megcsinálták. Tehát, mi kell Gerinek? Folyami homok. Na, még azt se tudjuk, hogy honnan szerezzünk. Mert a répa. Na nézzük, ennyi elég lesz. Na, hogyha egy Golden Samurai, csak nem tetováltál húsvétkor is. Cékla. Az tök jó egyébként, hogy megjegyzi, hogy mi volt itt legutóbb. Elposzta. 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 És milyen magvak vannak még nálam? Búza, tehát még búzát is kell ültetni. Na és az hogy nem volt nektek pihi, Golden Samurai? Tudjátok, mi jutott eszembe? Hát az, hogy lehet, hogy az alkémiával állokulódott az olaj. Nézzük csak meg. Alkímia munkaasztal, kézikeverő, alkímia malom.
Oké. Okay. Gondolom azt a templom aljába tudjuk csinálni. Mert hogy itt nem lehet, igen. Túl hosszú a várólista. Aha, aha. Szia, Kiki Hop. Hát, én még csak most kezdtem a játékot, de ha a stádiót szerettem, akkor gondolom ezt is fogom. Úgy álltam hozzá. Ó, fufu, alkímiai malom. Jó, hát srácok, itt most sok minden nem megakadtunk, tehát csiszolt kőtégla, tehát olyanunk nincsen. Úgyhogy ezt most hagyjuk is. Megnézzük, hogy mit akar tőlünk a kígyó. Reméljük, hogy még itt marad, mire én oda visszaérek. És olaj kellene. Hát igen, nagyon sok minden kellene. Na tehát. Ja, most már négy kiegészítője van, vagy DLC-je van a játéknak, igen, igen. Tehát hit kell neki. Ha, és még kulcsot is neki lehet adni. Aha, hit meg kulcs. Jó. Okés. Olaj. Ezt most megnézem. Csak hogy tudjunk haladni a részével. Olaj. Seed oil. Igen. Vine press. Na, és ez hol van? Vine making, tehát ez desztillálás, hamvasztás, és azt mondjátok, hogy aztán jó elé is hasonló? Valamennyire igen. Papírgyártás, egyszerű nyomtatás, nyomdaprés, na akkor itt lesz szőlőprés. Na, ne szívassatok, hogy ez ilyen messze van. Jó. Okés. Tehát ez itt van. Oké. Oké. Kell ez is nekünk. Komposzt kupac, tőzeg, féreg. Srácok. Sajnálom, de nem kértem segítséget, és hogyha elővitek nekem, hogy hogyan lehet megoldani a problémáimat, amit szeretnék magamtól megoldani, azzal nem segítetek. Azzal csak elrontjátok a játék élményt, de biztos nem én vagyok az első, aki ezt mondja nektek, hogy csak akkor segítsetek, hogyha már a végső elkeseredettségembe szólok, hogy please help, srácok, nem tudok haladni. Legtöbbször inkább a Google-hoz fordulok, mert akaratlanul is túl sokat mondtok el a játékról, amit én nem akarok tudni. Hoppá, nem azt akartuk. Elhihetitek, hogy milyen unalmas nekem ezt minden egyes stream alkalmával elmondani, minden új embernek,
hogy ne segítsetek! Csak hogyha kérem. Majd a katakombákba jövünk vissza. Mézes bödön kell. Hát ennyit érnek a tegek, ha az ilyen. Az emberek 5%-a vagy 10%-a nézi a tegeket. Oké, oda le is nagyon leszeretnék menni. Hoppácska! Hát neki van prése. Ding dong bing bang bong, áskálódok, ugye? Magolaj. Magolaj. 30-ba kerül az 5 és a 10 is. És van kender kötele, meg kender mag. Hát akkor veszünk. Jó, először veszünk. Mi a különbség? Ja, hogy ez stackek. Oké, tehát akkor egy kerül 30-ba. Jó. Így van. Akkor félreértettem itt a... ezt. Kell egy, és kell kender mag is. Így. Darth Maul portréd lesz? Wow, tök jó. Na, tessék bemenni. Oké, tehát most ültetünk, illetve a szamárnak, a csacsinak odaadjuk az olajat. És akkor tovább megy egy kicsit a játék. Meg szeretnék ültetni. Mennyi magot vettünk? 4-et. Szia, Blade! Kendert ültettünk, srácok! Szereztem némi olajat. Nagyszerű. Végre egy kis csendés nyugalom. És így tovább elmélkedhetek. És harcolhatok a jogaimért. Már mindegyik rakparti patkány az én oldalamon áll. És meghozta a hullát. Ez egy 100%-os hulla. Most már agyat meg ilyeneket is tudunk szerezni. Na, tehát belsőségek. Beilleszt. Valamit be tudunk illeszteni a hullámba? Oké. Okay. Na, tehát nekem a bőre kell. Szíve. Add a szívedet is. Ha? Koponya, zsír, agy. Na, add az agyadat is. Na hát, az agy és a szív az elvette a fehér koponyákat jelenleg. Főleg, hogy orvosi műhiba csúszott be. Add a véred is. Na, ez adott fehéret. A csont mit ad? Ha sikerül, persze.
csont nem csinált semmit. A zsír mit csinál? Elfogyott az energia. Hát ez most egy ilyen teszt hulla. Ja, én arra gondoltam, hogy ha kiveszem a hullából a zsírt, akkor mit csinál? Na most van a fölnyilacska, ami azt jelenti, hogy mit jelent? Nem elég, hogy meghalt, még jól szét is rabolod a testét, mi kerül a temető belőle ezek után? Semmi. Szerintem ő nem is fog a temetőbe kerülni. Itt beledobjuk a vízbe. Most az Inquisitor napja van. Mármint a napja lesz. De ő rossz ember volt, nem? Már mint két piros koponyája volt. Valami volt. Lehet, hogy azt én okoztam. Tehát vinni kell a tűzifát. Tűzifa van, papírt meg még nem tudok vinni. Mit akar a csacsi? Drága elftársam, kötelességem jelenteni neked, a Szapá V. Biz egy plenáris ülésen úgy döntött, elnézést, Szab, kicsoda? Szapá V. Biz, a Szamer Proletáriátus, mi? Szamer Proletariátus pártjának végrehajtó bizottsága. Mellesleg épp a főtitkárával egyeztet szépen. Á, oké, ez mindent megmagyaráz. Szóval a Szapá V. Biz úgy döntött, hogy ad neked egy utolsó esélyt arra, hogy rehabilitáld magad a megvilágosult munka tükrében. Nos, köszönöm. A pártunk elérte a forradalmi felfordulás aktív előkészítési fázisát, és neked ebbe kulcs szereped lesz. És ha ellenállok, akkor leégetjük az otthonodat, a templomot és a kert. A kertet és a... micsoda? A temetőt is. És ami még rosszabb az az, hogy nyilvánosan megdorgálunk és rákerülsz a párt fekete listájára. Boldogan veszük a segítségedet, most jöjj közelebb és jól figyelj. Mint észrevelted, mindez szuper titkos. Jegyzeteken keresztül fogunk kommunikálni. Jegyzetek? És hogyan fogjátok írni ezeket a jegyzeteket? Akik kevesebbet tudnak, jobban alszanak, és nem javaslom, hogy megszagold őket. Először is, szerezz és küldj a postahivatalunknak egy szakáskönyvet a barátunk számára, a patkány séfünknek. Imádja a főzést, és a forradalom sikere lehetetlen a patkány segítsége nélkül. Másodszor, küldj a postahivatalunknak 5 piros almát, hogy megnöveld az elnyomott szamár kommuna moráját. Muszáj lesz. Várj, ennyi mindent nem tudok diszkréten elküldeni. Azt mondtad, hogy minden szuper titkos, vagyis? Vagyis a te felelősséged az, hogy készíts és lehelyezz egy különleges csempészárónak való dobozt? Minden csempészárót ebbe a dobozba fogsz lehelyezni, és aztán én vagy a párt többi tagja az éleple alatt elviszük azokat. De ne aggódj, majd megoldom. Hiszek benned. Sok sikert. Csak emeld farokkal. Parkácsolás szakácskönyv a Ratatouille 50 elkészítési módja a zöldségekkel és macskákkal. Jesus. Nem tegnap volt a 4-20. A szamárnál még mindig tart. De a lecsó, igen, igen, a Ratatouille. Oké. Okay. Szóval az Inquisitorhoz szóval most menni. Holnap pedig az asztrológushoz. Emelt farokkal, azt mondtam.
Micsoda inkvizítoros zene lett, srácok. Örülök, hogy velünk vagy ebben az igazságos csatában. Szerintem meg lehet bennem bízni. Nem is tudom, de sokkal biztosabb vagy, mint a legtöbb őröm, szól itt az engedélyed. Ha bármi szokatlan látnál, azonnal szólj nekem. Még kell neki 10 szórólap. Tehát... Temető tekercs, ezzel megnyithatod a temető nyugati részét. Nice, srácok. Ennyi. Szerintem pár répát most mi ki tudunk venni a földbe. Jól van, az ilyen, szia. Tessék szépen hozni a hullákat. Jó, na tessék, most konkrétan kettes lett a hulla. Úgy, hogy még orvosi műhiba is van bennem. De azzal csak a minőségét rontottuk le. Azt sem tudom, mit vettem ki belőle. Hát a vérét szerintem. Beillesztés, egy kis vér. Jó, hát elültetjük, srácok. Srácok, aki szeretne olyan kérdésekre választ adni a cseten, amit már 8 milliószor feltettek, megadom a esélyt és a lehetőséget. Na, ez egy fullos sír lesz. Na, ez egy nullás sír. Jól meg kell csinálni. Csuklásfű. A csuklásfűből egyet használt el amúgy a kereskedő. Szia, Patesz! Köszi szépen a segítséget, srácok! Na, itt lesz a kihantolási engedély, akkor ez nem az. Városi útlevél, na azt kell nek... Én mondtam, hogy van ilyenem. Aha... Répa. Hát a répát jó lenne berakni. Nem tudjuk berakni? Nem. Hát akkor ide tesszük. Mizo Martin. Most jó lesz a répa, nem? Szóval asztrológusos nap lesz holnap. Megcsinálom a melvértemet is, kacok. Borailó, istenem. Várjátok, hoztam sört is. Ja, de kell neki a folyami homok is. Azért gondolom horgászással lesz. Ha nem úgy lesz, akkor nem kell elmondani, hogy amúgy nem úgy lesz. Tehát 4 bőr az kell nekünk. A sört is kirakjuk. Miért az Elden Ringbe jár? Én is így voltam, amíg végig nem nyomtam. Csak is kizárólag az Elden Ringre tudtam gondolni. Na. Tehát akkor, srácok, páncélzat csinálási. Kell nekünk egyszerű vasdarabbal 2, mármint hogy 6. 2x4. Most lehet Elderingben nagy bonkolókkal menni, buffolták őket. Ne is mondd, a sorcery-ket is buffolták, meg az incantation-eket is, ahogy láttam.
De főleg a sorcery-ként. Ott is van, srácok, ránk került. Vaspáncél. Aha, értem. Csináltam egy ilyet, de amúgy nem tudom. Mi értelme van? Van vaspáncélom. De nem írja le a játék, hogy ez miért jó. Itt leírja? Semmit nem ír. Srácok, van vaspáncélom. Nem is látszódik, hogy rajtam van. Szíves. Az az értelme, hogy van. Köszönöm. Na, ezt kivesszük. Ő darabot berakjuk, a fatuskót is, a tűzifát is, a bogyóbigyót is, a sok növényt. Nózi, ha hózi a bercike, üdv mindenkinek, srácok. Tehát temető tekercs, az kell. Meg akarok a városba. Majd mondjuk asztrológus nap lesz, tehát a vámpírról majd kell kérdezni, de amúgy igen. Meg lett a Hunter? Nice! Bell Bearing Hunter. Ő vicces. Rosszul csináltam egyébként. Temetőtekercs és városi útlevél, az kell. Na, tehát akkor a faluba kell menni, ahonnan át kell mennünk a városba. Ezt most úgy fogjuk csinálni, hogy itt lemegyünk a pincébe és használjuk a shortcutot. Ezt láthattad-e a Game Pass-ba? Nem tudom, srácok, benne van a Graveyard Keeper a Game Pass-ba? Vagy benne volt valamikor? Jöjj tovább és élvezd a városba tett látogatásod. Értem. Értem. Meghaltál. Ó, mi történt? Úgy tűnik életben vagyok és ismét otthon. Jelen körülmények között nem tudom, hogy ez jó híre vagy sem. Gani, ez meg mi a ménkű volt? Azt hiszem, a város felé menet belém csapott a villám. Éreztem is. Egy ősi és erős hangot. Jöjj csak ide, derögvest! Úgy tűnik, hogy valaki, vagy valami nagy hatalommal rendelkező nem akarja, hogy a városba legyél. Nem is tudom. Valójában úgy hiszem, hogy ha tovább próbálkozol, akkor rosszul végződnek majd a dolgok. Mármint ilyen én is beszélő koponya lettem, rossz. De be kell jutnom oda. Van pár varázstárgy, amit meg kell találnom. Haza kell jutnom. Kicsi rosszul esik, hogy magamra akarsz hagyni, de barátunkét azt javaslom, hogy beszélj kígyóval a templom pincéjébe. Szerintem ő megtalálhatja neked ezeket a tárgyakat. Elég élénk az, fickó. Ismered kígyót? Folyton beszélek vele. Egy nagy kupac halott koponya közé rejtőzöm és beszélgetünk. Azt hiszi, hogy én vagyok a belső hangja, szóval nagyon nyitottan beszél velem. Mondott neked bármi érdekeset? Belső hangjaként ezt a kérdést felettébb etikátlannak tartom. Oké, beszélni fogok a kígyóval, talán ő segíthet? Oké. Okay. 2018-ban volt a Game Pass-ba. Wow. Kígyó, meg tudnál találni pár tárgyat nekem? Bármit megtalálok, csak nevezd meg. A büszkeség tükre, egy örök égő szén és egy sós villa. Ezek elég fura dolgok. Mint észrevetted, én most egy nagyon fontos projekten dolgozom. Szóval kissé szűkös az időm, de ha segítesz nekem, akkor talán segíthetek neked. A dolgok, amiket keresek. Próbálj megfenyegetni őt. Tehát segíteni kell neki. Így, hogy a Corsair hivatalos szponzor lett, mondhatni korszerűsödik a csatorna? Nem is tudnám mennyire. Édes Istenem, srácok. Jaj.
Mit akarunk csinálni? Igen, már tudom, hogy mit akarunk csinálni. Elmenni az asztrológushoz. Tehát, srácok, a Föld lapos és 6 napja van. És azokat a bűnökről nevezték el. Valamelyik főbűn nincs itt. Mondjuk ezek nem bűnök alapvetően. A Pride az főbűn, nem. Mit tudom én? De olyan, mint hogy a főbűnökről nevezték volna el a napokat. Büszkeség főbűn? Egy alapvetően nem hangzik olyan bűnös dolognak a büszkeség. Kevésség! Á! Ami a vámpirokkal való összetűzést illeti. Napló. Neki napló kell a templom pincéjéből. Kalács, fázol? Gyere! Pillanat, srácok! Az mi volt? Fölálltam és fekete lett a kamera képe. Az durva. Rögtön cenzúrázott a kamera, vagy mi történt? Na, Kalács. Ez micsoda? Miért tönnek ilyen? Miért történnek ilyen autócenzúra, mert nincs rajtad nadrág, legújabb Twitch feature. Fura volt. Na. Megsimogattam a capture cardot. Hát kéne nekünk egy bot. Kéne nekünk ilyen bot. Valami bot. Hát jó. Tehát nem tudunk beszélni az asztrológussal. Ez sziki. A város fele pedig nem tudunk menni. Hiába van. Levelem. Ennek, hogy itt viszem a fát, valószínűleg semmi értelme. Akkor pénzt kéne csinálnunk. Elhantoltunk valakit, de még nem kaptunk érte semmit, vagy lehet, hogy kiesett menet közben. Hol is van az átjáró? Itt a fát le tudjuk vinni? Jó, nagyon jó. Nagyon jó, srácok. Ez tök király. Letesszük ide. Vasat visszük. Amúgy meg kéne nézni, hogy több vasat bele lehet tenni. Jó. Holnap lesz a prédikációs nap. Nem is tudom, mit csináljunk. A vágás az most nem kell nekünk. De kőt azt szedhetünk. Követ. Kőtet. Na, tessék, hullátoztak. Már is jó. Na, aha, ott van. Ott van a papír. A papíros. Olyan mi homok is kell. Oh. Tehát, a vér... Az jónak tűnt. Ha kiszedjük a vért. 2-3.
2-3-ból 1-4 lett. Az agy kiszedése is jónak tűnt. Nem, az nem tűnt jónak. A zsír kiszed... Ebbe... Na jó. Megnézzük, srácok. Tehát azt mondja, hogy ha a húsát kivesszük, az mínusz egy fehér koponya, tehát olyat nem akarunk csinálni. A vér az mindenféleképpen jó, tehát erre jól rájöttem. A zsír is, hogyha nem hibázunk, az mínusz egy piros koponya és plusz egy fehér. A koponya elvétele a hullából az mindenféleképpen egy piros koponyát fog eredményezni, tehát az nem jó. A csont eltávolítása nincs semmilyen hatással, úgyhogy a zsírt megnézzük. Nagyon jó, ez egy ötös hulla. Mit tudunk még csinálni? A bőr eltávolítása az nem éppen egy szép dolog, úgyhogy azt nem csináljuk. A szív eltávolítása 2 vörös koponyát vehet el, vagy 2 fehéret. Vagy egy ilyet, egy olyat, tehát az most nekünk nem kell. Az max az elején jó. De ez csak elvesz, nem ad semmit. Ugyanez a belsőségekre is igaz. Jó. Ennyi. Kész. A vörös koponyától nem kell ennyire tartanod, mert meghalt. Na és a többi univerzum? Ez így perfekt konkrétan, igen, igen. Na a perfekt, a perfektet én ide akarom tenni. Ide fölülre. Jó, betesszük. Befedjük. Jó, és akkor még kellenének rá a cuccok. Jó. Azért durva, hogy itt a temetőben én elraktam egy mínusz egyes hullát is. Amire azt mondták egyébként, hogy érdemes lenne kihantolni. Na megjött a püspök. Püspök úr. Gyors alvás. Nagyon jó. Annyira felfrissültem. Igen, ezt muszáj így tovább nyomni. Legyen sok-sok-sok vasrutunk. Ja, hát megnézem, srácok, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy legyen sírkövünk. Nagyon jó. Simaliba. És... nem tudunk még... Ez az anatómia? Aha, nem tudunk még kősírköveket csinálni. Úgyhogy maradunk. Maradunk a fa sírkerítésnél sajnos. Amihez kell nekünk fa deszka. Szia, Juli! Oké. Okay. Tudunk misét tartani. Jó, hát igen, sajnos... Uh,
gyártyát lehetne tőle venni, meg ilyeneket. Mennyibe kerül egy ilyen? Nem is tudjuk megvenni, mert nincs rá pénzem. Nem is írja az árát. Ja, akkor ezt még nem állapoltuk, gondolom én. Gyorsan tartsuk meg a misét. 5. Templom minősége 5, és a szertartáshoz szükséges a 10. Gond. Szeretnék pár szót szólni. Nagyszerű a templomunk. Remek! És most imádkozzunk ezért az áldásért. Rank up! Hold the line! This hamlet shall not fall. Szerintem nem sikerült. Anna, szia! Köszi szépen, Sirius, a raidet! Üdv mindenkinek! Sziasztok! Hogy ment az annó? Ez fura játék? Nem sikerült. Ez nem jött össze most, srácok. Ez sajnos sikertelen lett, de hoztak 66 hoppert. Üdvözlő, srácok! Mi újság? Hát jó. És most imádkozzunk ezért az áldásért. Kaptunk egy raidet. Igen. Oké. Ja, hát amúgy 2 sírunk van. PvP-zés volt. Hoppácska. Ó, ez egy 3-as sír lett. Wow. Wow! Na nézzük csak meg a többit! Hát, igen. Ez... Tehát ebbe egy olyan hullát bele lehetne rakni, aki ugye... Aki 3-as. De ez csak így 1-es. Ó, értem már, hogy ezek hogy működnek, srácok. Kezdem érteni. Na hát őt például hülyeség volt elültetni. Ő pedig egy nagyon jó hulla. És nála csak jobb hullák lehetnek. Ó, tehát hogy itt most azzal kell majd foglalkoznunk, hogy jó-e a hulla vagy sem. Oké. Okay. 2 hit. A hit az jó. Köszi szépen a raidet még egyszer. 2 hit. Nem tudom, hogy hova rakhattam a többit. Káosz oldat. Gyorsítópor. Tönkretett könyv. És ismerősökkel, vagy random arcokkal, Connor? Történt a PvP. Temető tekercs. Szerintem az imát ide betesszük. Jó. Streamer társal, aha. Ez itt mehet tovább, és akkor kellene nekünk vasírkerítés. Kődarabunk nincsen, azt nem tudja innen kiszolgálni? De ott van. De várjunk, több kődarab kell neki? Kivesszük mindet. Ja, tehát, hogy le lehet bontani. Oké, félreértettem.
Jó, megcsináljuk még srácok ezt, és akkor utána elmegyünk aludni, és gyorsan megnézem, hogy... Ajaj. Azt mondja, hogy most Miss Charmnak a napja lesz. Kéne csinálni papírt és tintát. De tintát talán még tudunk is venni. Na, ez a sír kettőt ad. És... hát igen, srácok. Jó pár hullát ki kéne hantolnunk. Bár jelenleg el vagyunk azzal, hogyha hullákat ültetünk. Szerintem bőven el vagyunk. És akkor addig nem kell kihantolni. Az utolsó lépés kell, hogy legyen a hantolás. Na tehát alszunk egy keveset. Mondjuk át is aludhatjuk az egész napot, mert Miss Charm-mal úgyse tudunk beszélni. Jó. Oké. Igen, éppen a sírokat raktuk rendbe. Aztán pedig majd a temetőt kell. Srácok! Egy kérdés. Hogyan tudunk a játék elején kék tapasztalati pontokhoz jutni? A játék elején. Jantolás engedély elég drága. 50 a pecsét, az építési engedély 20. Kereskedelmi engedély. Arisztokrata papírok. És ide kellett ez a papír, mert most már használhatom a temető nyugati részét. Hát kellene most már lassan a tudományi asztal, vagy mi a magyar neve. Mindjárt megnézzük. Szia, Janice! Köszi, Lord Fairy, mindjárt megcsekkoljuk. Veszel könyvet akkor is, aha. Igen, igen, nemrég kezdtem, Janice. Na hát, eltört az ásunk. A könyv drága egyébként? Hát ez hulla jó munka. Ja, most ismerkedem úgymond a játékkal. Annyi teendő van, annyi mindent lehet csinálni, annyi emberrel találkoztam már. Brutális. Ezt? Ne, én nem tudjuk. Azt se tudjuk. Ja, persze. De ez ilyen. Majd beindul. Addig jó igazán a játék, ameddig még mondhatni nem tudsz belőle nagyon semmit, és csak ismerkedsz vele. De ez csak akkor jó, hogyha végig is játszod a játékot.
Jó kék vagy forrás, a Stone Grave Fence gyártás. Aha. Akkor oda jó lenne eljutni. Tehát, hogy az gondolom. Az 10. Uh-huh. Jó. Tehát azt mondtátok, hogy tudományasztal. Na nézzük. Jól gondolom, hogy innen nagyjából mindent. Nem, még itt maradt. Nézzük, mit mond most a játék. Aha, jó. Királyság. Tehát... tanulmányozó asztal. A tanulmányozó asztalhoz kúpos flaska kell. A kúpos flaskához meg valószínűleg üveg kell. Na nézzük. Üvegfújó. Aha, aha. Kúpos flaska. Okés. Már megvan? Ja, akkor ez azért van, mert hogy ezt megtaláltuk. De kapsz egyet alapból. Aha, aha. Akkor jó, akkor ez megvan. Na. A tanulmányozás az meg úgy megy, hogy kell tudomány. De a tudomány nem tudom, hogy honnan jön. Úgy érzem egy kicsit, srácok, hogy nagyon megakadtam ott, és persze, most nem azt mondom, hogy mondjátok el, hogy hogy hogyan kell ezt megoldani, hanem hogy megerősítéseteket kérem azzal kapcsolatban, hogy jól érzem azt, hogy az elején nagyon meg vagyunk akadva azzal kapcsolatban, hogy így kék XP-ket szerezzünk, meg ilyen hitet szerezzünk, illetve tanulmányt. Aha, oké. Akkor jó. Akkor ez normális. Akkor ez normális. Jó. Akkor jó. Akkor jelenleg azt tudom tenni, hogy amit mondtatok, hogy vagy veszünk könyveket, vagy csináljuk a miséket. Jól van. Akkor ezen nem parázom. Akkor ezen nem parázom, srácok. Köszi szépen. De már rájöttünk arra legalább, hogy mire kell figyelni a hulláknál, hogy működik a temető, ez már nagyon sokat jelent. Most is csinálhatunk például fullos hullát. Most például csinálhatunk olyat, hogy kivesszük a vért. És ha jól emléksz, ez nem sikerült. A belsőségeket. Nem a belsőségeket kellett? Ups. A belsőségek az a hogy hívják? Az, ami a random. Ami mindenféleképpen elvesz dolgokat, és itt most, ahogy látom, a fehéret vett el. Akkor melyik is volt a másik? A bőr biztos, hogy nem. A belsőség, az agy, a szív, az elvesz, tehát akkor a zsír lett volna. Jó, hát akkor innen most már mindent kiveszünk, srácok. Ez egy olyan hulla lesz, amit így szétszedünk, még a koponyát is. Adjad. Persze alszunk előtte. Tehát most például Moilepükét kellene fognunk, hogy tudjak majd horgászni, persze lehetne horgászbotot is venni, de hogy így küldetéssel akarok szerezni először. A kvék nap az azt jelenti, hogy... Kvék nap... A kvék nap az a kereskedő. Aha, oké. Okay. Ja, és közben egyébként le kéne szüretelni a termést.
a kereskedő szeretne nekünk, hát mondjuk most már tök mindegy, hogy mit szeretne a kereskedő. De a cékla megvan neki. A káposzta is meg lesz, úgyhogy ezt oda tudjuk adni. És a répa is meg lesz. Úgyhogy ez tök jó. Ültetni tudunk. Káposztát is. És szerintem répát is. Hoppá, igen így. Ez itt most kender. Meg növényi hulladék. Itt meg lesz lisztünk. Ja, szóval azért kérdeztem rá erre a kis kék pöttyre, kék tapasztalati pontra, mert hogyha megnézitek, most már van 300 piros, 148 zöld. Jó, hát ebből már amúgy lehetne venni ezt-azt egyébként, de látjátok így a kék az most megakasztott. Úgyhogy nézzük, azt hiszem ezen a harcos részen tovább lehet menni valahol, valamennyire. Amúgy nem. Nem. Úgy néz ki, hogy itt most megálltunk. Bármerre nézek, itt most megálltunk. De férget lehet. Komposztkupac. Nézzük csak a komposztkupachoz, mi kell? Komposztkupac, szeletelőhely, fatároló. Komposztkupac. Na, komposztkupac lehet, az lehet, hogy ide jön. Nem. Na. Ó. És ez itt hogy néz neki? Bénán. Mondjuk itt is bénán néz ki. Hát ez mindenhol bénán néz ki. Hát lerakjuk ide a sarokba. Komposztkupac alapanyag. Oh, I see. A hullából túl sok dolog van nálam, az emberi bőr az kell nekem, úgyhogy jó pár hullát tönkre kell tenni. Hát az a helyzet, hogy ez egyértelműen megy a vízre. Veszünk belőle mindent. Mindent adj ide magadból. Még a zsírodat is. Az agyadat is. Ezzel a játékkal elleszel egy darabig, azt hiszem elsőre kicsivel több mint egy hónapot szenvedtem a befejezéssel. Ne azt mondd, hogy szenvedtél. Hát azért csak jó volt, nem? De amúgy értem, hogy mire gondolsz. Nekem a sztárgyú az rengeteg idő volt. 200 óra legalább belement. És még így se fejeztem be. Mármint, hogy nem 100% voltam. Pedig szeretném. Pedig szeretném. Hogy állunk amúgy ezzel? Kell még répa. Nehogy megálljon itt a... hullahozatal. Hát ezt nem így akartam. Nagyon kevés dolog kell nekem a 100%-oláshoz, csak az olyan unalmas, hogy így nincs kedvem rávenni magam. Tehát, hogy
Konkrétan várnom kell napokat, és én nem szeretek új napokat várni a stádióba, hogy ne használjam ki a napomat 100%-osan, hogy mindent megcsináljak, hogy a termésekkel foglalkozzak, hogy az üvegházba átnézem a dolgokat, a boroshordót lecsekkoljam. Akinek kell még ajándékot vinni, annak elvigyem. És így egyszerűen nem tudok úgy játszani a játékkal, hogy várni kéne nem tudom hány hetet, hogy a banánfa megnőjön, termést hozzon, és akkor azokat leadjam. Ja. Oké, és féreg. Miért is jövünk most ide? Mit akarunk itt? Nem tudom, mit akarunk itt. Ja, kidobtuk a vízbe a hullát. Szóval, ja, így nincs kedvem belekezdeni a stádióba, főleg, hogy nem akarom így streambe ezt mutatni nektek, hogy ilyen... hát, ahogy is mondjam... ilyen unalmas dolgokat csinálok. Jó, mondjuk a stádió sosem unalmas, de értitek. Magvakat kell vennem, ez most már biztos. Nem tudom, mennyi pénzünk van. Hát az összes pénzünket szerintem erre rá kéne költeni, hogy legyen répánk, mert a répából jön a pénz. Hogy állunk? Földelési igazolás. Jó. Akkor ezt fogjuk csinálni. Lemegyünk, és akkor veszünk magvakat, meg a hullákért begyűjtjük a pénzt. Tehát amúgy muszáj temetnem is a hullákat, mert onnan jön a pénz az elején. Tehát nem feltétlenül érdemes szétroncsolni a hullát. Hanem már most elkezdhetjük azt, hogy minőségi hullákat gyártunk. Na. Hát az játék elején írta nekem, hogy mit hoztak a DLC-k, de nem jegyeztem fel. De úgy hiszem, hogy úgyis alkalomattán majd találkozunk a DLC-s kontenttel. Az elején nagyon sok negatív review-t kapott a játék, de nem tudom, hogy miért. Mármint, hogy a Graveyard Keeper. Répa mag. Aha. Jó, nem költjük el az összes pénzünket, de mondjuk olyan... vagyis a 4, tehát olyan 24-et vehetnénk. Így? Ezt elültetjük mind. Szia, leves technős! Persze, jó ez a játék, de hát minden játék ilyen szimulátor játék lassan indul be. Az ilyen. De nem tudom, miért kapott a negatív review-kat az elején. A menekültábor, meg a kocsma DLC. A menekültáborra már találkoztam. Szerintem nagyon grindolós volt érezni rajta, hogy nagyon mesterségesen lassítják. Aha. Itt most a kék kis pöttyre gondolsz? Például? Tudod, ilyen is olyan fura volt nekem egyébként. Akkor mutattam erre egy dologhoz tartozó tutoriát, amikor már rég foglalkoztam vele, meg már rég rájöttem. Na! Szuper! Na, ez is lassan kész lesz. Még sincs este. Szuper. Milyen nap van most? Van kígyónk. De a kígyóval most nem tudunk mit csinálni. Ja,
Horgászbot. Horgászbot, molylepke. Molylepke kék, tehát gyakorlatilag... ha elég hullát temetek el, akkor igazából vehetnék egy horgászbotot, és akkor végre beindulhatna a játék. Egy része, úgyhogy a horgászbottal lehet, hogy kéne haladnom. Ja. Meg kéne nézni majd, hogy mennyibe kerül a legolcsóbb horgászbot. Hát, hogy kihasználjuk az... Mondjuk nem feltétlen kell kihasználni. El is mehetnék aludni. Kivágjuk azért ezt a fát. Komposzt? Kész. És jött egy hulla. Megjött féreg is. Tehát a vas és a komposzt az annak mennie kell, hogy elavassunk. Nézd meg, nem raktam be vasat. Hát jött egy új hullánk. Az új hullából egy fullos hullát kell csinálni, tehát vér és zsír. Azt mindenféleképpen ki kell venni az emberünkből. Ja, hogy állunk ezzel? Mindjárt elkészül. Komposzt, hogy áll? Alvással vége lesz vajon? Ennek sokkal több idő kell. Vérzsír, azaz. Ja, ennyi. Igazából a többi dolog az ilyen... vagy bejön, vagy nem jön be. Ó, ez mondjuk gond. De... szerintem most még annyira nagy gond nem. Tehát, hogy annyira nem nagy gond. Mit lehet csinálni? Vörös koponyát kell kivenni. Hát meg lehet amúgy gyolózni. Elég nagy mázinak kell lenni, mondjuk, hogyha például kiveszük az agyát. 3-3. Megnézzük, srácok. Ho-ho-ho-ho. Srácok. Nem sikerült. Sír. 4-es még lehet belőle. Jó, 4-es hulla az jó. A 4-es hulla szerintem jó. Hát őt nem fogjuk ilyen magasra tenni. Az egy 5-ös hulla. Mit tudom én, mondjuk a 4-es hulla jöhetne ide. Az 5-ös hullák meg fönt lesznek. Tessék szépen bemenni. Advanced Grave Digger. Aha. Hát nem is tudom. Miért van nálam ennyi hülyeség? Pillanat, közben azt is meg kell nézni, hogy melyik nap, amikor misét kell tartani, a Pride, okay. És most van az Inquisitor. Most Inquisitorunk van. Aha. Akkor felejtős most az Inquisitor. Adtam egy kis répát, amit lehet, hogy nem kellett volna. Igen, mert ez a répa a kereskedőnek kellett volna, a kereskedő pedig pár napja volt, okay. Magvak. Semmit nem vettünk föl, ahogy látom. Semmit nem vettünk fel a hullából. A növényi cuccokat gyorsan eltesszük. Bár valószínűleg egyszerűbb lenne egy ládát craftolni oda, amit majd mindjárt megcsinálunk. Tehát cékla, káposzta, répa, növényi hulladék, kender, búza. Búza már be se fér. Aha. Az nem fér be. Igen, hát akkor mindenféleképpen majd craftolnunk kell
egy ládát, hogy a növényi cuccok ne itt legyenek. Tehát... a deszka, az kell. És kell... ez is. És amúgy csinálhatnék pluszba is még ilyet. Legközelebb ne kellene így szaladgálni. És akkor kettő sírkő. Mondjuk azért ezt a sírkőt lekraftolni nem kis munka. Ott vannak a férgek. Kéne berakni újat? Kéne mi? Igen, hát a növényi hulladék pont nincs nálam. Na. És akarok? Ja igen, növényi hulladékot. A növényi hulladék remélem, hogy majd használja a ládát. És kacok. Igen, ehhez nem kell hozzányúlni. És akkor most már mehetünk ihenni. Jó sok lábnyomunk lett itt most. Mindenféleképpen kellenek a ládák. Na, közben jött egy hulla is. Hozza rendesen a csacsi. Jó. Valamit itt esetleg be tudunk rakni? A szögeket berakjuk. Meg a vasrudat is. Hát igen, igen. El kell majd rendeznem a dolgokat. A ládák azok kellenek. Nem véletlenül találtak ki nekik helyet. Jaj, Laca. Na, azt nézzétek. Ide lehetne megcsinálni a... ó. Csempészárus doboz. Vörös alma, szakácskönyv. Szóval ez a csempészárus doboz. Jó. Először a hullával foglalkozunk. És akkor megnézzük. Tehát vér és zsír. Na, ez nagyon jó. Vér. Ez akár még egy hatos hulla is lehet. Eddig nagyon jó, srácok. Úristen, ez egy hatos hulla. Ez egy fullos hatos hulla. Hát ő, erre nem is készültem fel, srácok, hogy lehet hatos hullánk. Azt hittem, hogy az ötös lesz majd a legjobb. Persze, ezzel most nem tudok mit csinálni, hogy hatos a hulla, mert hármas sírokat tudok csinálni. De attól még ez jó hír, skacok. Szia, Lizika! Ő csak négyes. Már most törekszünk arra, hogy jó hullákat csináljunk. Igen, ő akár négyes is lehetne, ő hatos, ő meg ötös. A temetőnk 30-as, a templomunkon kéne még húzni. Most az asztrológus napja van. Agyak, meg ilyenek. Oké, okay. Az asztrológussal most nem akarok foglalkozni. Jó. Vér és zsír. Kell még emberi bőr, a papír és hát majd a tinta miatt. Tintát tudunk venni, de
hát mondjuk papírt is tudunk venni, tiszta papír. Vegyünk ilyeneket? Megnézzük, srácok, azt hiszem az asztrológusnál lehet ilyeneket venni. Kihantolási engedély. Aha, hát ezt is mondjuk átrakhatnám. Hőjavító készlet is oda átmehet. A gondok kulcsa is. Előkészítő hely. Bűntöredék. Ó, itt egy fakereszt. Az agyak nem stackelődnek. Mondjuk meg is értem. Tehát a kereszt, kőjavító készlet, gondok kulcsa, szuper. A magvakat kellene még jó helyre rakni, tehát kéne ládát csinálnunk. Ó, büszke vagyok erre a temetőre. Nagyon cool. Na nézzük, mi kell ehhez, srácok. Tehát tároló, 4 szög, 2 nyers fadeszka. Tárolókat szerencsére sok... Ó, hát ezt még lehet forgatni, és hagyjuk már. Mennyire király. Ez mennyire király már, srácok. Oké, oda szeretném. A gembát is ide át lehetne rakni. Lehetne egyet külön a magvaknak, külön a terméseknek. Persze engedi a játék. Holnap lesz a mise nap. Hogy ne engedné, nagyon szuper. Mert valószínűleg annyi termésünk és a magunk úgyse lesz. Ez most lehet, hogy hatalmas. Nyersanyag pazarlás. Na, tehát, hát egyelőre most vegyes lesz a dolog. Húzza be, cékla mag be, minden mag befelé, tűzeg, az is mehet be. Szia Balázs, úgy vagyok, még tegnap volt az első alkalom, hogy ide tévedtem, de ma már tudatos volt. Na, hát jó szórakozást, örülök, hogy visszatértél. Üdvét mindenkinek, skacok. Azt néztem. Oké. Tűzek kell, illetve almafa magvak, ha jól sejtem. Bugyós bokor palánta, illetve almafa palánta. Tehát palánták kellenek nekünk. Ha csak nem szakértője vagy netán a Graveyard Keepernek, Balázs. Liszt? Hát a lisztet azt be kéne vinni a lakásba. Hát a virágokat is áttesszük. A bot az marad. Jó. Még annyit lehetne csinálni, mert van időnk, hogy elvisszük a kocsmába a földelési igazolást. A lisztet nem. Jaja. Hát mondjuk tényleg a sütető dolgokat is be lehetne vinni, igazad van. A magvak elegek lennének itt kint. Ja, értem.
Zakiga. Szia, egy fontos szabály van, ha én nem kérdezi, ne spoilerkedj. Na hát, örülök Balázs. Illetve köszi. Gemba. Hát mondjuk a gemba maradhatna kint. A virágokat is kiviszem. Zselé, tyúktojás. Jó, gyorsan elszaladunk a kocsmába. Csináljuk a pénzt. És nem a pénz csinál minket. Apukám is ezt mondta? Mármint, hogy ne spoilerkedj. Na, skacok. Kereskedünk. Földelési igazolás 2. Nagyon jó. Befejezzük az ajánlatot. Van pénz, és van időnk még talán arra is, hogy a gondokkal beszéljünk. Spoiler, apu nem fog jönni. Nem fog visszajönni, nem teérment. Sad but true. Mit kell ilyenkor mondani? Valami ilyesmit, nem? Na, megint meghoztak egy hullát. És lassan már lesz répánk is, hogy hozhassa a többit a szamár. Szedbát szomorú, igen. Itt vannak ezek a menőfák, én meg nem tudom leszüretelni. És ami leesett oda, azt se engedik fölvenni. Hát ez milyen dolog? Bezzeg a gombát. Na, a gombát azt föl lehetne venni. Szia. Kereskedés. Na, tessék. Tudunk venni tiszta papírt. Egy ezüstér. Egy ezüst. A tinta pedig 2,5. Ha. És könyv. Valakinek kell... Azt a rohadt. A könyv 50-et ad. De ezt nem engedi megvenni. Kemény kötés. Aha, tehát, hogy ilyen könyvünk is van, ez meg 25-öt ad. És akkor ezzel kicsit lehetne gyorsítani. Oké, tehát akkor a cél... Fejezetet is lehet venni, aha. Tehát 6-ért lehet szerezni 30-at, aha. Ez meg... Na hát ilyeneket biztos nem veszünk, mert itt a könyv, az 5 ér. Tehát kék könyvet kell vennem az asztrológustól, tehát erre majd kell spórolnunk. Hát ő meg maradjon magának a izéjével. Valakinek meg minőségi halfilé kellett pillanat. Aha, folyami homok. Igen. Aha, elfelejtettem, hogy kinek kellett. Tök. Pecsét. Ezüst csillagos halfilé. Ja, értem. Hát akkor veszünk egy egyszerű horgászbotot. Cseh. És spórolunk sok izére. Spórolunk sok könyvre. Nem tudunk gombát szedni. Na jó, menjünk. Menjünk tovább, menjünk vissza. Szia mókás, üdv mindenkinek, skacok. Holnap lesz a nagy nap. Holnap lesz a misénk. És még ezt se tudjuk leszedni. Nagyon fölülre jöttem. Ja, hogy már 2 óra? Hát akkor... Akkor el kéne mennem ebédelni.
nem ezeket a 2 órákat keresed. Jaj. Srácok. Most itt abba adjuk egy jó kis sziklaakasztóval ezt a mostani graveyard keeperezést, hogy megőrüljetek azért, hogy megtudjátok, milyen lesz majd a horgászat, illetve, hogy sikerül-e majd a legközelebbi mise. Technológiákat illetően haladtunk, de nem eléggé. Fejlesztettük a fegyvereinket, mármint az eszközeinket ilyen hatékonyságokat illetően 100%-os lett. Vaspáncélom is, ami nem tudom, hogy mire jó, illetve a ládáimat is nagyjából rendbe raktam. Így állunk jelenleg a technológiákkal. Ami szívás az az, hogy kellenek a kék pöttyök. A kék pöttyöket pedig 5 ezüstös könyvért tudjuk majd venni az asztrológustól. Ahhoz pedig az kell, hogy sok hullát eltemessük, mert most is egyébként vár egy, tehát hogy majd őt is fel kell boncolnunk úgy, hogy jó minőségű legyen. Arra is rájöttünk, hogy hogyan lehet jó minőségű hullát csinálni, melyik mit csinál. Arra már magamtól rájöttem, hogy a vér az jó, az kell, a zsírra nem jöttem rá, de az is kell. Mármint annak az eltávolítása is kell, hogy eltűnjenek a piros koponyák. Lett 4-es minőségű hullánk, 5-ös, illetve 6-os hullánk is. Úgyhogy elkezdtem a minőségi hullák kitermelését. Ehhez már csak az kell, hogy fejlődjenek a sírjaink is, és akkor még jobb minőségűbb lesz majd a temetőnk is. Haladtunk egy-két küldetéssel is, de mondom, igazából nagyon meg vagyunk akadva azzal, hogy kék pöttyeink legyenek, de ehhez az kell, hogy temessünk sokat, jöjjön a sok hulla, legyen sok répánk, hogy a szamár most már ugye nem ingyen hozza a hullát, hanem répáért cserében. Itt a térképen megtaláltuk a boszorkány földjét, oda majd kell építenünk egy hidat, de most így nagy felfedezéseket nem csináltunk. Haladtunk az inkvizítoros résszel is például. És kiderült, hogy a boszorkány kell a kereskedőnek, hogy levegye az átkot róla, hogy érezze újra az ízeket. Úgyhogy hát itt tartunk jelenleg, skacok. Ennyi mindent csináltunk. Szerintem jól megtoltuk ez alatt a 3, majdnem 4 óra alatt, és ebéd után pedig folytatjuk.